Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, halleluja és shalom. Üdvözlet mindenkinek, Makabeusok 6. fejezet 2. része. Az, amit meg fogunk nézni ezúttal, ez még mindig Eliezer, az, aki beszél. És folytatjuk a 19-es verstől, ami így szól: ez szégyenletes lenne, ha így élnénk rövid ideig, és aztán gúnyoltatnánk mindenki által gyávaságunkért. És a zsarnok által kárhoztatnánk férfiatlanságunkért, nem küzdvén, mint halálig Elohimi Tóránkért. Folytatjuk tehát ezt a beszédet, amit mondott, ugye megnéztük azt, amiről eddig szó volt. Azt mondja, hogy szégyenletes lenne, ha így élnénk rövid ideig. Mire gondol azt, hogy szégyenletes lenne, ha így élnénk rövid ideig? Igen? Hát azért az első részben volt, hogy Eleazar így idős ember volt, relatíve, előjáró, és hát ő feltetetlenül járt ez idáig, csak hát az lenne a szégyenletes benne, hogyha most feladta volna mindazt, amit elért. Azért a... Így van, hogy már hogy túlélni ezt az időszakot egy kicsi ideig, és az szégyenletes, és aztán gúnyoltatnánk mindenki által gyávaságunkat. Lehet ugye valaki fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy szégyenletes? Azon kívül, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent. Hát szégyelni való. Igen, mondjuk más szóval akkor. Igen? Nem szívesen beszélni róla. Oké. Gyalázatos. Gyalázatos. Most esetleg körülírni, megpróbálj valaki. Igen? Mondd. Akár azt is jelentheti, hogy nem méltó hozzá. Nem méltó hozzá, például. Megnézzük, hogy mi az, amit ők mondanak. Jó, nézzük, hogy mit mond. Azt mondja, a lelki zavarodottság, megalázottság érzése abban a tudatban, hogy tetteinket, magatartásunkat az emberek joggal vagy jogtalanul. Okkal vagy ok nélkül lebecsülik, elítélik, kárhoztatják, vagy hogy érzületünkben megsértettek minket. Világos, így, mikor meg akarja valaki határozni egy szónak a fogalmát, akkor megpróbálni körülírni azt. Amit próbáltunk meg mindenki az előbb, az sokkal inkább, hogy mi a szinonimája. Szóval próbáljunk meg akkor szinonimát találni a szégyen szóra. Mi lehet ennek a szinonimája? Gyalázatos. Gyalázatos? Megalázó? Nézzük. Gyalázat, csúfság. Kudarc, megszégyenülés. Ez egy idegen szó. És aztán már ezek slang, szégyenli való, takargatni való, ez nem rossz talán, szény, mocsok, ilyesmi, ez a szégyen. Szégyen, folt, azt ismeri mindenki. Szóval erre kell gondolni, amikor hallgatjuk ezárt. Az az érzés, amely valakiben azért támad, mert valamely tettében, viselkedésében alatta marad annak az erkölcsi mértéknek, amelyet maga számára érvényesnek tart. Ez viszont nagyszerű szerintem. Valószínűleg ez volt a döntő az ő esetében itt. Nem, hiszen szégyenletes, hogy ő alatta maradt volna annak az értékrendnek, amit ő felállított magának, ami gyakorlatilag a Tóra, de egyébként ezt is mondja később, azt mondja az Elohimi Tóra miatt. Még ezt, ami itt maradt, megnézzük. Valakinek olyan cselekedete, magatartása, tulajdonsága, amely miatt szégyenkeznie kell, ami szégyelni való, és aztán utána már ugyanezzel magyarázza. Szóval térjünk akkor vissza. Észrevette mindenki, hogy ő még mindig az ítélőképességet használja, és még ő mindig gondolkodik, mindazok után, ami történt. Nem, mert hogy mi itt megbeszéljük, hogy mi mit jelent meg, hogy logikus, hogy ezt mondja, az még szép. De úgyhogy ő ott abban a szituációban még mindig beszél ezekhez az emberekhez, és még mindig összefüggően tud kommunikálni, nem csak hogy összefüggően, hanem még meg is tudja indokolni, hogy mit miért csinál. Ráadásul nem is azon az alapszinten, amin a legtöbb ember kommunikál élete során.
hanem még mindig arról beszél, hogy ez egy szégyen lenne, hogyha egy rövid ideig csak így élnénk, és aztán gúnyoltatnánk mindenki által gyávaságunkat. Mire gondol, hogy gúnyoltatnánk gyávaságunkat mindenki által? Igen? Hát akár azt is, hogy viccet csinálhatnának belőle. Meg hogy valószínűleg azt is csinálnának, nem? Hogyha ha élne, akkor az úgy is lenne, hogy na, látod, itt vannak a nagy héberek, akik csinálják ezt a tórát, azt mégis eszik. Látod, hogy annyira nem fontos ez. Szóval lenéznék azt, amiért ő egész életében harcol. A zsarnok által kárhoztatnánk férfiatlanságunkért, nem küzdvén, mintha állik a Elohimi tóránkért. Tudatosítja bennük azt, hogy ez a tóra ez Elohimtől származik. Hogy nem úgy van, ahogy ő mondja, hogy ez csak egy filozófia, vagy valamit, amit ők kitaláltak, hanem ez igenis Elohimtől származik. Lehetséges az, hogy felfigyelt erre valaki, hogy az egy feladat nekünk, hogy küzdeni, mintha állik Elohimi tóránkért, nem? Hisz ő ezt csinálja. Szerintem érdemes elgondolkozni azon, amiről már számos alkalommal volt szó, hogy az igazi megpróbáltatás akkor következik be, amikor a helyzet nehéz. Most, amíg még egyszerű, amíg minden megvan és kényelmes az élet, addig azért sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó, én nem eszek ezt, vagy nem eszek azt, hogy szerintem így van, hogy megtartom a sabbát, stb. De még szerintem egyikünk sem került természetesen közel sem ehhez, de egyáltalán csak annyira nehéz helyzetben, hogy azt mondhatnánk, hogy ez a szituáció próbára teszi az én kitartásomat a tórában. Lehetséges, hogy végig lehet élni az egész élet így? Én nem tudom, csak kérdezem, hogy kinek mi a végén valószínű. Szóval akkor, nem, most felejtsük el azt, hogy a világ, amiben élünk, meg a kor, az mivel jár. De vajon ez így volt mindig a történelem során, mindig mindenki életében bekövetkezett egy tragédia, aki járta az utat, hogy próbált egy, amit jó esetében, vagy az ő esetében. Nem tudom, csak kíváncsi vagyok rá. Hogy vajon letesztel mindenkit az atya úgy, mint őket 40 évig a pusztában, vagy Jahusát? Valószínű. Elég valószínű ez. Tehát mindig többet tesztel az atya, annál erősebb lesz egy személyiség. Szóval akkor még ránk is várnak ezek a dolgok, kijelenthetjük? Biztos. Úgy tűnik, nem? Lehet, hogy érdemes átgondolni ebből a szemszögből. Talán igen? És az nem lehet, hogy csak korszakonként, vagyis hát azokon a nagy korszakokon, mint például, amiben mi is vagyunk, de Mashiach ideje, aztán volt egy másik nagyobb korszak, amikor Róma, meg mit tudom én, és akkor ilyen nagy korszakokon voltak, amúgy alapjáraton meg csak az emberek a cselekedeteik alapján meg vannak ítélve, és kész. De ezekben a nagy korokban, amikor ilyen nagy dolgok történnek, akkor meg a kiválasztottak, akiknek más feladatuk lesz, mint egy átlagos embernek, aki csak a cselekedetei alapján lesz. Értem, hogy tudom lesz. Aha. Akár mond? Ja, csak annyi, hogy szerintem nem viszont egy korhoz lenne kötve ez a tesztelési időszak. Ez folyamatban volt mindig is. Első pillanattól kezdve. Én ezzel egyetértek, mert Sirak is azt mondja, hogy a kiválasztottakat a balsó skólójába helyezik, ami azt jelenti, hogy mindenkinek eljön az ide, mindenkinek az életében eljönnek majd azok a fajta nehézségek, amikkel ha túlép az ember, akkor olyan lesz, mint Eleázár, egy nemes atléta. Plusz, ha már a korszakokról beszélünk, akkor azt hiszem, ez lesz a legdurább korszak a világ történelemben, úgyhogy mindenki nagy másznik van. Igen. Én nem tudom, de ha csak korszakokról van szó, és megyük vissza a történelembe, akkor gyakorlatilag folyamatos ez a káosz, ami az emberiséget... Sőt, még ez egy nagyszerű korszak élni, mert 200-300 évvel ezelőtt, mondjuk az volt mi, 1600-as években az ilyen hasfelmetsző Londonban, meg ez a korszak, amikor ott ilyen szifilisz volt mindenhol, meg se csatorna, se vízhálózat, se semmi.
és az egy nagyváros. Mi lehet ott vidéken? Ugye, hogy ilyen, ha megyünk vissza, akkor lovakkor beállított egy csapat, rabló egy faluba, azt elvitt mindent. Szóval szerintem az a, most nem azt mondom, hogy nem úgy van, én csak azt mondom, hogy még most az a civilizáció idézőjelben, amit mi alkottunk, az talán valamelyest még véd is minket ezettől a megpróbáltatásoktól. És szerintem ez visszavisz oda, amiről ma szó volt az élőadás során, hogy a világ úgy van kitalálva, hogy védelmezze az embert. Nem azért, mert jót akar nekünk, hanem azért, hogy elszokjunk a megpróbáltatásról, hogy elszokjunk attól, hogy küzdeni kell bármilyen. Így tehát a tolerancia küszöbben lecsökken az emberek. Ha valaki figyeli azt, ami megy a világban, akkor itt ilyen szavak miatt háborúznak az emberek, meg elveszik a munkájukat, meg az állásokat, meg sírnak, meg harcolnak, hogy hogy szólítják meg őket akár. Míg 4-500 évvel ezelőtt nem, hogy arról volt, hogy hogy szólítsanak meg, hanem hogy egyáltalán csak hagyjanak ilyen valakit. Úgyhogy nagyon elpuhultunk, és szerintem ez volt a lényege. És még csak annyit hozzátenni, hogy mekkora nagyszerű az egész terv. A legkeményebb időszak előtt a legpuhábbak az emberek. És mert ha ugyanez lenne 500 évvel ezelőtt, ők hozzá voltak szokva, hogy harcolni kell minden héten valaki ellen, vagy valami ilyesmi. Mi nem vagy, nem az, hogy nem vagyunk hozzászokva, hanem a mi életünkben semmiféle ilyesmi nem történt. Mi csak végéltük az életet úgy, hogy elmegyünk középiskolába, főiskolára, minden kifizetnek helyettünk, nem dolgozunk, egy percesen, ha dolgozunk, az is ilyen humbug dolgok, amiknek semmi értelme nincs. Csak ilyen fiktív feladatok, amik semmi hasznot nem hajtanak. Nem? Vagy ha a legpuhányabb emberiségre vár a legkeményebb. Szóval ez lesz a legborzasztóbb mindenki számára, hogy... Hát én valahogy ezen gondolkodtam sokat, nem? Mikor előtti csempel. Ja, valahogy úgy. De nagyszerűen ki van találva. És persze, hogy az ellenség is erre hajtott, de úgy gondolom, hogy az atya is hagyta, hogy így legyen. És ha elfordult tőlem, úgy gondolja, teljes joggal, akkor itt a világ, amit felépítettetek, de ennek eljön a vége. Szóval megmutathatja mindenki. Úgyhogy ezért szerintem sok szempontból nehezebb lesz, mint bármikor máskor. Mert nem vagyunk egyszerűen hozzá egyszerhez, igen. Nem lehet szerintem párhuzamot vonni az evangéliumi történések, tehát hogy gyakorlatilag ott is úgy elpuhult már Izrael, hogy a templomban volt a piac, akkor lehetett venni marhát. Volt egy gondolat, ez kaszabolt össze-vissza, de már minden jó volt. És akkor is a más siák jött el, és csak rajta keresztül lehetett kimenekedni abból a rendszerből. És most is ugyanez van, hogy gyakorlatilag már a kereszténység ma olyan áldozatot, hogy gyakorlatilag ehetsz, ihatsz, amit akarsz, mert szeret Jézus kegyelem alatt vagy. Tehát mintha ugyanaz lenne, hogy ők is kaptak egy időt, idézőjelben lett a nemzetek is kapnak egy időt, és csak a más siákon keresztül lehet kimenni ebből az egészből. Ez ilyen szempontból is. Én most csak kifejezetten így az élet szimbólal, meg a komfort szint, amit mi megszoktunk arra értve. De az persze. Ja, bocsánat, csak a befejezés azok, hogy jött Titus, aki ugye nem hagyott követ kövön, tehát mindent megszüntetett, még a templomot is letarolta, és ugyanígy lesz a mi időnkben, hogy gyakorlatilag le lesz tarolva teljesen az egyház, az eklézsia. Az egész világ egész tulajdonképpen. De igen. Az abban a helyzetben természetes, erre azt mondja, hogy betelik a pohár, hogy betelik a pohár, és akkor vége. De ha én csak pusztán abból a szemszögből közelítem meg, hogy túlságosan kényelmes az ember. Ha körülnéz a konyhájában valaki, akkor mindenre van egy gépezet, ami megcsinálja azt. Vizet forral, kenyeret pirít, mikrohullámú sütő, hajcsavaró, hajszárító, hajgondolító, mit tudom én, mindenre van egy külön gép. Nem, ami régen is éltek az emberek. Persze nagyon kényelmes, mert amúgy tényleg a vízforraló például fenomenális. Nem is tudom, hogy éltek anélkül régen, hogy... De tényleg, hogy mindig ott fel kellett tenni a vizet, és akkor várni, hogy felfogni, és akkor abból így önteni, vagy nem tudom. Nem hittem el például, amíg nem láttam, hogy ez a kenyérsütőgép tényleg a nulláról süti meg. Uh-huh. Én azt hittem, hogy legalább a tészát meg kell gyúrni, és akkor beletenni, és akkor az megsüti, és akkor lehet kenyérsütő. És akkor látod, hogy beleütik a tojást, beleütik a lisztet, stb. Bekapcsolja, lecsukja, és oda van egy három, nagyon sok is kenyérsütő. Régen megtekerték a mamot, befűtött a kemencét. Én erre gondolok, így van. És még akkor azt őrizni kellett, úgyhogy nem volt hűtő, nem volt semmi. De igen,
Azt mondta a nagynéném, hogy nagyapám azért vett mosógépet nagyanyámnak, mert már véres volt a keze, mindig annyit mosott. Mert öttük ilyen deszka, hogy mi volt, és akkor azon így nyomogatni kellett a ruhát föl le szappannal, és akkor három gyerek plusz a, felnőttek, plusz az ágynevű. És akkor azt gyakorlatilag egy ilyen örök elfoglaltság volt egy ember. Nem, nincs gumikesztyű, nincs semmi. Szóval ez milyen kemény. Most meg azt mondják, hogy fú, van egy gyerekem, meg kettő, az nem tudom. Az, van egy mosógép, egy szárítógép, egy mikrohámosütő, egy kenyérsütő, vízformaló. Nem, nem csinál semmit, megnézem a receptet a vizéről, összedobom, az kész. Régen meg menetelni kellett reggeltől estig. Nekik lehet, hogy nem lett volna olyan nagy megterhelés. Nem ők még ilyen földre, ki volt verve földre a padló, azon aludtak, meg ilyen. Nekünk meg, hogyha az ágy nem elég vízi, akkor már ki kell hívni a mentőt. Memória habos, meg így fordul a dolog. Szóval ez mind hozzájárul ahhoz, hogy nekünk nehéz dolgunk lesz. Lesz sírás és fogcsiporgatás. Biztos. De ez szerintem felkészít arra. Ez a, eznek az embernek a története, meg a következők, hogy ki lehet bírni az, ha a atya velünk van. De attól tartok, hogy ezt nem lehet elfelejteni, ezt a részt. Ezért hát ti 21, Ábrahám gyermekei, halljatok meg nemesen a ti hitetekért. Pont ma volt erről szó, nem? Hogy akik, akik hitből vannak, azok Ábrahám gyermekei. Szóval ha mi azt mondjuk, hogy mi a hitből vagyunk, akkor mi Ábrahám gyermekei vagyunk, halljatok meg nemesen a ti hitetekért. Mindenkorban mindig megölték őket? Nem hiszem. De most már afelé tartunk, hogy igen. És azt is szerintem látnia kell mindenkinek, hogy nem csak az lesz, hogy jó, aki a Tórát követi, azt meg fogjuk ölni, mert a Tóra rossz. Egyáltalán nem így lesz szerintem. Egyszerűen csak az lesz, hogy van egy közös elképzelésünk, ahol mindenki szereti egymást, mindenkit elfogadunk, mindenki egy nézetet vall, és beáll a sorba, és kapja ezeket a juttatásokat érte. Aki nem hajlandó, az viszont nem szeret minket, az a gonosz, az szélsőséges, az fundamentális, és stb. És úgy lesz a rendszer kitalálva, hogy nem tudja elfogadni az, aki ebben. De erről szól ez, nem? Ő csak egyszerűen nem tudta elfogadni azt, hogy ott van egy edzőterem, meg ott vannak ezek a dolgok. Ő úgy volt vele, hogy én nem tudok itt élni. Ezt mondta, hogy térj át a görög életmódra. Azt mondta, hogy nem tud áttérni erre, nem lehet. Ez így lesz kitalálva. Nem azt fogják bemondani, hogy jó, mostantól mindenki, aki a Tórát követi, azt meg fogjuk ölni. Hanem a világ úgy fog alakulni, hogy ezek az emberek össze fognak fogni. A közös értékrend mentén. Ami az a szeretet, amit hirdet mindenki kivétel nélkül ma. Az az érzés, amit éreznek belőle. Amit a kereszténység is hirdet. Ami mögött nincs ott Jehova szava. És ha nincs ott az ő szava, akkor az nem szeretet, és nem tudjuk megmagyarázni ezt az embereknek már. Nem lehet. Nem tudod állni senki, hogy nézd, gondoljuk át. Értsd meg, hogy ahhoz, ha azt mondom, hogy szeretem, akkor az ezzel jár, akkor figyelmeztetem, akkor együtt menjünk az úton, és korrigáljuk egymást, nem elfogadom olyannak, amilyen. És ha az bűn, amit csinál, akkor az nem, akkor mi nem tudunk egy közösségben lenni, akkor mi nem tudunk egy templomba járni, vagy egy buliba menni, vagy egy házba lakni. És ennek az lesz a következménye, hogy nézd, hogyha te nem vagy hajlandó, akkor az azt jelenti, hogy mindenki más, igen, miért pont te, miért pont nem? Miért nem lehet megérteni, hogy ő olyan, született, szóval akkor csak szeretik egymást, az kész, meg csak így, na? Érthető? De aki figyeli a tévét, az látja, hogy ez megy már. De már nyíltan ez megy a világban, számos helyen. Már nem lehet az utcán felolvasni a Bibliát, csak úgy Angliában. Hogy kimegyek és felolvasom azt, hogy 3:18-22 meg 20:13 az azt írja, hogy ez meg az, meg az, meg ez. Azt nem lehet felolvasni már, mert az gyűlöletbeszéd, és ha azt felolvasod, akkor téged elvisznek, és akkor... És ez a Biblia, ez csak le van írva. Nem lehet megosztani a Facebookon bizonyos dolgokat onnan. Pedig ez egy idézet abból a könyvből. Úgyhogy ez az idő, ez rohamosan közeledik. Nekem kell 100 év még, meg mit tudom, hogy mennyi.
Hogy a mi sorsunk mi lesz, azt nem tudjuk. Ti lándzsa hordozói a zsarnoknak, ti miért késlekedtek? Látván őt mi erényes, megpróbáltak, szóval felszólította őket megint arra, hogy csinálják a dolgot. De ezt azt hiszem megbeszéltük már a múltkor talán ezt a részt, hogy fontos az, hogy az ember átvegye az irányítást egy pár szépen. És hogyha ő megveszi azt, akkor elveszi tőlük a hatalmat, hogy ők azok, akik ezt létrehozzák. Hisz ő mondja nekik, hogy nézd, csináljátok, amit akartok. Én készen állok rá. De szerintem az egy különleges embert kíván, aki képes azt mondani ott akkor, hogy az rendkívüli hitet igényel, úgy gondolom, hogy abban a szituációban valaki azt mondja, hogy hisz fel kell, hogy legyen készülve fejben arra, hogy ő mindennek ellen tud állni, amit ők rá fognak zúdítani. Akármi is jön, ő készen áll. Ezért mondja azt. Szóval ez egyfajta hit, azt hiszem. Látván őt mi erényes a megpróbáltatásokkal szemben, és nem változván az ő együttérzésük ellenére elvezették őt a tűzhöz. Ők ezt együttérzésnek vették nyilván. Megbeszéltük az erényt a múltkor, hogy ez mi? Szóval megpróbálkozik valaki az erénnyel, most már ott fel, pop. Megpróbálja valaki, hogy mi az erény, szerinted? Egy ilyen pozitív tulajdonság, ami így egy karakter, így karakteres is. Oké. Okay. Az erény mindenképpen valami pozitív általában, hogyha eszünkbe jut, nem? Határozó, igen, viselkedő. Valami pozitív, nem valami jellemvonásszerű, ami áthatja az embernek a személyiségének a különböző részeit. Mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy erkölcsi jóra irányuló állandósult akarat, készség vagy törekvés. Az érdemes az, hogy mindenki ismeri ezeket a szavakat, nem csak olyan nehéz egybe rakni. Szóval ez egy készség vagy egy törekvés, ami az akaratban nyilvánul meg, szóval te cselekvésről van szó, vagy valamilyen elhatározásról, és ráadásul ez állandósult. Szóval az ember az csak ilyen. Ez egy készség, hogy készen áll arra, hogy azt megtegye. Törekszik arra, valamilyen erkölcsi jó. Az, amiről szól van. Valamely dolog, mint dicsérete méltó tulajdonsága, értéke, vagy érdeme. Szóval pozitív mindenképpen. Dicsérete méltó tulajdonság, érték, vagy értem. Oké. Okay. A megpróbáltatásokkal szemben, és nem változik az ő együttérzésük ellenére, elvezették őt a tűzhöz. Majd az ő gonoszsággal kieszelt szerkezeteikkel megégették őt a tűzben, és bűzös folyadékokat öntöttek az órába. Ez volt odaírva, szó szerint majd, hogy itt is azt írja, a másikban is ezt írja, szóval valamiféle folyadékok, biztos megvolt ennek a módja, amit ők csináltak, de már ezen a ponton azért eléggé elfajult a dolog, szerintem. Szóval nézzük, és ő hosszasan égettetvén egészen csontjaig, és az elmúlás határán felemelte szemeit Elohim felé, és mondta. Te tudod, ó Elohim, hogy mikor én megmenekülhettem volna, én lemészároltatom a Tóra a kedvéért, tüzes kínszenvedések által. Vajon lesz mondja, légy kegyelmes a te népedhez, elégedj meg az én büntetésemmel, ő értük. Vajon mi volt az ő elképzelése erről az egészről, hogy ez ő tisztában volt azzal, hogy ez egy próba az ő számára? Feltehetőleg, úgy fogalmaznék. Hát nyilván, hogyha mi tisztában vagyunk vele, akkor ő neki tudnia kellett, nem? Ő csak az olyan szinten, mint mi, hogy tisztában volt azzal, hogy... De érdekes az, hogy nem volt benne harag Elohim felé, miért nem azt mondta, hogy miért hagyott, hogy ez legyen velem, nem? Miért nem azt mondta, hogy lehetséges az, hogy velem ez történik? Miért nem mentettél ki? Hogy nem alakult ki benne egyfajta sértődés, vagy sérelem? Jó, felé.
Ez egy nagyon jó kérdés. Igen. Hát mert ott így is nem, hogy a nép miatt, hogy talán elfordult a nép, és ez így valamilyen szinten rá ő volt így, nem úgy a felelős, hanem igazából az ő felelősség lett volna megtartani őket az úton. Ez így előjáró volt. Ja, értelek, hogy esetleg az nép eltévedéséért ő felelős volt, és akkor... Hát nem is az úgy, hogy felelős volt, hanem talán ő volt számon kérve, hisz ő volt ugye az előjárójuk. Lehetséges, hogy az volt benne, igen? Én azt szeretném csak kérdezni, hogy az élet az mindig ilyen drága, meg vagy csak nekünk tűnik ilyen értékesnek, mint én eddig nem láttam egyik ilyen nagy karakterrésre, hogy bármibe is nézte volna az életét. Onnantól kezdve, miután megértette, hogy Jahuva létezik, ő teremtette a világot, és neki csak úgy kell cselekednie, és utána az egy ajándék, hogyha már nincs itt a Földön. Uh-huh. Jó, persze felmerül akkor a másik kérdés, hogy miért is ragaszkodik bárki az életéhez? Uh-huh. Mert még nem értjük, hogy Jahuva, vagy nem tudom. De mi az, amiért ragaszkodunk hozzá? Hogy mi az? Csak kérdezem. Nem, én nem rosszul mondom, hanem miért nem csak egyszerűen mindenki úgy van vele, hogy nem érdekel, az kész. Hát mert elhitették velünk, hogy az van, amit látunk, meg amit megfogunk, és nincs tovább, és csak ez az egy van, és itt élvezd és használd ki. Igen? De viszont azt is sokszor mondja, hogy ha meghalunk, nem tudjuk az ő nevét dicsőíteni, miután már nem vagyunk ebbe a testbe, szóval... Hát ő mégis tudja, nem? Még 2000 évvel később is. Viszont az történik. De ha nem halt volna meg, akkor nem tudná. Az kétségtelen, hogy ő személy szerint nem tudja, de az ő története tovább él, és ezáltal sokkal-sokkal több emberhez eljut ez. Nem is az, amire a kérdés feltétlen irányul, hanem az, hogy mi az az emberben, ami annyira ragaszkodik az élethez, hogy... Az élet ösztön? Hát feltételezem, hogy valami ilyesminek kell lenni benne, nem? Túlélés ösztön. Hisz... Mindenki arra törekszik, hogy sőt, az állatok is, még egy fél állat is megy addig, ameddig tud, menekül, meg próbálkozik. Meg egy ember is, hogyha azt mondják, hogy jó, le kell vágni a két lábad, nem azt mondja, hogy jó, akkor ő érdek meg. Hanem azt mondja, hogy menni akar tovább, élni akar. Szóval van valami az emberben, ami valószínűleg egy ösztönnek lehetne hívni, ami miatt élni akar tovább. És ezt oda kellett, hogy programozza az atya, mikor létrehozta az ember. Nem? De ez elég erős kell, hogy legyen. Csak képzelje el mindenki azt, hogy ha ez nem lenne, akkor egyszerűen csak kiírtanánk egymást semmi pillanat alatt, mert nem tudna semmi megakadályozni abban, hogy megcsináljam azt, amit csak a fejembe veszek. Csak mennék, azt ölnék az utcán, ha kedvem tartja. És nem érdekelne, hogy bezárnak a börtönbe, vagy megölnek, vagy kivégezzek, vagy eltörik valamim, vagy akár. Szóval bele kellett, hogy valami lennie kell az emberben egy dolognak, ami csak egyszerűen létezni akar, és félti magát. Nem? Senki nem akar megsérülni, mindenki fél attól. Senki nem megy bele a tűzbe, ha nem muszáj. Tudja, hogy mi a törvény, szóval annak megfelelően él. Úgyhogy ez olyan erős kell, hogy legyen, ami fent tud tartani egy társadalmat 6000 éven keresztül, úgyhogy elszaporodtunk annyira, amennyire. Én azt nem becsülném le azt, ami belül van. Hogy élni akar. Nem csak, hogy élni akar. Hanem nehezen tudom elképzelni, hogy bárki végig tudná nézni azt, hogy mondjuk akár csak az egyik végtagját elkezdik így össze-vissza törni, hisz tudja, hogy akkor utána abban már nem lesz soha normális, és nem akarja, hogy az legyen. Nem? Van belül egy érzés, hogy nem akarom, hogy nekem valami bajom is essen. Most ennek ellenére itt mi történik már ezzel az emberrel? És azt akartam ebből kihozni, hogy már itt túl vagyunk ezen a töröm, zúzom, meg ostorozom, már most égetik a csontjáig. Hogyha az embert leégetik a csontjáig, persze egy idő után az nem fáj, mert a receptor, az érző receptor az a felszínen található, szóval ha leég, akkor az egy idő után már az a rész nem fáj. De azért a tudat maga, hogy ez vagyok én most, és ebből soha nem lesz semmi már. Világos. Szóval érdemes belegondolni abba, hogy az emberben tudatosul egy ponton, hogy innen nincs visszaút.
hogy ez egy olyan szituáció, amiben én nem fogok tudni, bár nem lesz az, hogy jó, néhány év múlva majd megyek, és akkor újra kezdem az egész életemet. Az tisztában kell, hogy legyen az ember azzal, hogy ezek vége van, ez itt elment az a hajó. És főleg, ha az elmúlás határán van valaki, az a vég. Szóval, amire ki akartam hozni, az az, hogy persze, a fájdalomnak ellen kell állni, meg sok minden másnak. De még van belül ez az ösztön, amit nem is lehet nagyjából megfogalmazni, hogy mi az. De az feltétlenül azt akarja, hogy abból a helyzetből minél hamarabb kimenni. Nem is csak azt, hanem bele se kerülni. És még azon is úrrá kellett lennie. Nem csak az, hogy fél a fájdalomtól, meg a sok mindentől, hanem van benne ez az erő, ami húzza el attól a szituációtól, hogy nehogy az legyen, hogy nekem valami bajom lesz. Ez az, ami megóv minket attól, hogy ilyen roncsok legyünk nagyon hamar. Ami egy gyerekben nem feltétlen van meg. Mert egy gyerek nem úgy tűnik, hogy túl sokat gondolkodik azon, hogy most milyen bajom lesz, nem? Csak rohan, megy, leugrik, de egy idő után rájön, hogy ez ne. Szóval ez valami, ami kifejlődik így az évek során az emberben. Te egy felnőttben nagyon erősen benne van, és ezen úrrá kellett neki lennie. Hogy az ő teste elpusztítottak, igen? Mindegy, én az írás, hogy megismeritek az igazság, és az igazság szabadokká tett benneteket. Előfordult az, hogy a törvénnyel olyan szinten való azonosulás felfüggeszt bizonyos ragaszkodásokat a világhoz. Tehát, mert Saul is erőltes bizonyságot, hogy mondja neki a Gabus, hogy meg fogsz kötöztetni, meg ugyanis ő mondja, hogy nem csak megkötözni, meghalni is kész, hogy kezét azért. Hát ott valahogy annyira látják már a láthatatlant, amikor az emberek egy törvény szerint élnek, hogy egyszerűen látta a lángyásokat, látta a tüzeskereket, csak a mennybe látott. Tehát látta a végcélt, mint Ábrahámra is mondja, hogy olyan erősítő látta a láthatatlant. És nem is tudott, nem is érdekelte, hogy ott volt a dúsföld, a Szodoma meg Gomorra, mondta a ló, választa, és akkor többit meg meglátjuk. Nem lehet, mikor valaki tényleg ilyen szinten külön van választva, akkor ezek úgy megszűnnek. Nem tudom más, hogy megszűnik az, hogy jön a nagy nyomorúság, mert egyszer majd a szinten, hogy úgy is megoldja. De nem csak így kimondva, aha, hanem úgy él. Úgy. Igen? Valaki? Én még szeretném ezzel kapcsolatban, hogy ugyanazt mondom én is, amit te, hogy persze az is úgy van, ahogy te mondod, Roland, hogy amikor az ember nem akar olyan szituációba kerülni, meg van benne ez az érzés, de amikor a toráért például oda került, és ez nem azért került oda az ember, mert valami sumákolást csinált, hanem mert egyenesen kiállt Jahuáért, akkor az nem lehet, hogy ahogy halad ez a történet előre, de már előtte is azért kellett neki teljes bizonyság róla, hogy ő Jahuának a kegyeibe van, csak ezt meg kell csinálni, mert ott az előbbi sorokban arról beszélt, a világnak, nekünk beszélt, nekünk mondta, hogy majd ő lesz ez egy ilyen bizonyság erre, nem? Uh-huh. És azt akartam csak kihozni belőle, hogy ahogy halad a történet előre, úgy szűnik meg az a fajta ragaszkodás az élethez, mert a Jehova már várja, és neki csak meg kell csinálni ezt még, ez a vége, és a jutalma lesz az útnak a vége az, amiről, ami az lesz, hogy ugye itt megszűnik az élet, de kezdődik a valódi. Minden bizonnyal felül kell kerekednie mindezeken, ez kétségtelen, hisz ő átélte ezt. Esetleg azt érdemes megfontolni, hogy persze, hogy felméri az ember a telepet, és azt mondja, hogy meg kell tennem. És végigmegy ezeken a lépéseken. De attól még magában az ösztön, amiről szó volt az előbb, az még attól még benne van. De egyébként erről szóval ez elkerült a figyelmemet, meg mindannyiunkét, hogy erről szól ez az egész, hogy az ítélőképesség az uralkodik mindezen dolgok felett. És én megkockáztatom, hogy amiről szó volt nem is olyan rég, amit
Én úgy gondolom, hogy az Atya az, aki ezeket megmutatja, de ha visszaemlékeztek, egyszer arról volt szó, hogy a hit az egy, a spirituális oldalon az egy cselekvő erő. Az itt nekünk csak egy idea, vagy egy elmélet a fejünkben, hogy én hiszem, hogy... De a másik oldalon a hit az egy cselekvő erő kell, hogy legyen. Hisz minek neki a hitem, valamilyen formában az össze kell, hogy kössön minket. Szóval a másik oldalon az, hogy hit, hogy fél Jehovát, hogy valaki alázatos, hogy engedelmes, hogy imádkozik, hogy kér dolgokat, az a másik oldalon azok erővé transformálódnak és eljutnak hozzá. Érthető, amit mondok? Ez biztos, ez így kell, hogy legyen. Hisz az ellenség nem akarná, hogy féljenek az emberek a világban ezektől, mert biztos vagyok benne, hogy az nekik egyfajta erő ebben a világban. Nem csak azért, mert látják, hogy az az ember fél, hanem kell, hogy az valamilyen formában hasson a spirituális oldalon. Ezért hangzik el oly sokszor, hogy a félelemből táplálkoznak ezek a démonok, meg ezek a dolgok. Szóval az egy energia. Ugyanígy a hit is egy energia kell, hogy legyen, és az megy Jehovához egy az egybe. Szóval amit akartam mondani, azt szerintem az, hogy a hitben van egy erő, ami legyőzi ezeket a dolgokat, és képes azáltal az ember felülkerekedni és aktiválni ezt a józan ítélő képességet. De ahhoz kell az az erő, ami benne van a hitben. És igen? És akkor emiatt van az, hogy nem fordult meg az a fejében, hogy miért történik ez mégis vele? Az egy másik kérdés, amire nem is tértünk ki még. De az, hogy az hogy nem fordul meg az ember fejében, nézd! Sokszor, ha lehajlok és beverem a fejem a polcba, akkor is nehéz visszafogni magam, hogy ne őt hibáztassam. Nem, hogy itt, ebben az esetben. Hogy tud azon úrrá lenni valaki, hogy azon a kételyen, hogy most akkor ezt azért kapom, mert rosszul csináltam valamit, például, nem? Hisz oly sokszor arról van szó, hogy ha valami nehézséged van az életben, akkor az biztos azért van, mert rosszul csináltál valamit. Át kellett, hogy fusson az agyán azt, hogy jó, akkor mely az, amit rosszul csináltam, hogy ilyen durva szituációba kerültem. Biztos volt valami. Hát de azt is mondja, hogy légy kegyelmes a néped, ez is elég egy meg az én büntetésemmel. Én ezen gondolkodtam az előbb, amikor arról volt szó, hogy el lehet-e úgy lavírozni, vagy túl lehet-e úgy lenni ezen a föld életen, úgy mindenféle ilyen, vagy hát ehhez hasonló szituációba keveredjen az ember. És nekem a Dávidos jut eszembe mindig, hogy ő már az életben is megkapta a büntetést a hibáért, és szerintem nem is csak ő, hanem majd, hogy nem mindenki. Így végig gondolva a nagy neveket csak, hogy már az életben is el kell, hogy jöjjön mindenkinek a büntetése valamilyen formában. Most az hogy Elazar ennyire fedhetetlennek van beállítva, biztos valamiért kapta ő is, tehát most nem azt mondom, hogy el sem tudom képzelni, hogy mit csinált, amiért egy ilyen büntetést érdemelt, de az biztos, hogy átfutott a fején, hogy valamiért kapja, de az ugye nekünk nem derül ki. A másik meg arra a fájdalmas dologra, erről beszéltünk itt a valamelyik szünetben, hogy szerintem, vagyis én úgy tudom elképzelni, hogy van az a spirituális világ, ami így általában láthatatlan számunkra. Lehet, hogy amikor már ekkora a baj, akkor ők áthelyeződnek oda, és már a testet nem érzi úgy, hanem inkább már jobban a spirituális ilyen félálomban van, vagy nem is tudom. Én másképp nehéz elképzelni, hogy azokat ki lehet bírni úgy, és olyan döntéseket meghozni. De a büntetést azt ő mondja, szóval én azt úgy értelmezem a 27-est, hogy valamiféle büntetésről beszél ő. Tehát az, amit mondtál, nem? Hogy a nép annyira félre ment, szóval valami felelősség kell, hogy legyen a vezetése. Talán egy olyan szerep, mint ahogy a Jehosá mesél szerep. Ő is ő vitte az emberek bűneit. És lehet, hogy a Leazárnál is hasonló volt. De hát csak nem kézófi. Nagyon rossz. Nézd, az ő esetében lehet, hogy olyan sokszor. Például a fociban, hogyha egy csapatnak nem megy húzamosabb ideig, akkor leváltják az edzőt, vagy a menedzsert. Nem az egész csapatot. Nem azt mondom, hogy ő rossz, vagy jó, vagy akármi, hanem valószínűleg ezzel jár, az a pozíció, amiben ő került, az azzal jár, hogy ő volt ott, nem? Ő az, aki vezette azokat az embereket, szóval ő neki kellett vállalni a felelősséget. Minek húztak volna ki valakit, egy senkit onnan a csoportból?
kit érdekel, ha valakit csak úgy előráncigálnak, nem? Valaki olyan kellett, akit mindenki ismer, és hogyha azt meg, mint amikor a legendában ez az Achilleus meg harcol a kivel, a Trója filmben harcol azon a nagy harcosra, de egyébként az a Dávid és Góliát is hasonló. Hogy nem azt mondták, hogy nézd, ahelyett, hogy harcoljunk, választjuk ki a két legjobbat, küzdjenek meg, azt a győztes győz. Nem? Itt is ez van. Úgy volt vele, hogy nézd, csak hozzátok ide a legnagyobb embert, az kész. Megmutatom, hogy az fogja csinálni, amit mondok. Csak nem úgy lett. És ez egy győzelemnek könyvelte el. Elezár. Még nem akarom lelőni a poénokat, de majd az csak még most jön. De amit mondasz... szóval túl azon, hogy ő nem érzett haragot Elohim felé. Van esetleg olyan történet az írásokban, ami hasonlít ehhez? Pont, csak még leragadtam Viktornak a mondukáját. Éjjeges 53-10-et, ezt esetleg meg tudjuk nézni. Igen. Éjjeges 53-10. Nem csak azért, mert... Igen? Mert... Tehát is igaz, és jó akart őt megadni a betegség által, és ami fontos is, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és akkor a lélek, az, mivel látszik a pszichéjén az értelem érzelem akarat, tehát az ember belső része. Tehát, és ezek szerint azért engedheti meg az atya ezt a fajta áldozathozatalt, az írás szerint, mert ez olyan, mintha elengedhetetlen feltétele lenne annak, hogy valaki tényleg egy ilyen hosszú, tehát az örökké valóságban részt vehessen. Ez mondjuk a másiákra vonatkozik ez a írás rész. De itt is a tizedik, mert lelke szenvedése folytán látni fog. És ugye a népről azt mondja, hogy látván ne lássanak, és halván ne halljanak, és ne értsenek. Őről azt mondja, hogy látni fog, és megelégszik ismeretével igaz, olyan sokokat megőzít, és védkéiket ő viseli. És a Lázárnál is ugyanez volt, ő is egyből behelyezkedett egy ilyen messiás szerepbe, hogy nézd, akkor én ezt megtettem, vagy megteszem, akkor légy szíves, fogod ezt találni, hogy nézd, de sokokat megment, csak akár az egész népet. Tehát. Uh-huh. Abszolút. Ez is elképzelhető, hogy így van. De egyébként a héberekhez azt írja, hogy mert vérontás nélkül nincs áldozat, jól emlékszem. Szóval az szükséges, hogy legyen, ha egyszer valaha véget akarnak vetni annak a szituációnak, amiben kerültek, hogy ott vannak a görögök, vagy ezek a Antiochosz, és ki akarnak kerülni abból az állapotból, a bűnös állapotból, ami van, akkor szükséges, hogy valami legyen, érthető? Nem lehet csak úgy, hogy jó, oké, akkor most mondját rá, megváltoztatok, és akkor kész. Azt mondja, hogy mert a vérontás nélkül nincsen megtisztulás, vagy áldozat, hogy jól nézhet. Úgyhogy valószínűleg a kérdés csak az, hogy miért őt választott ki, miért nem egy... ezt próbáltam megfejteni ezáltal, amit mondtam, de természetesen ez is lehet. Vagyis ez van. Valakinek szenvednie kell, valakinek el kell vinni a balhét. Mert ha mindenkit megbüntet a saját bűnér, akkor elfogy a nép. Akkor egyszerűen csak újra kell kezdeni az egészet egy más néppen, meg ha mindenkit el kell törölni. Szóval valaki el kell, hogy vigye a balhét ott, és ez ő volt. Meg ugye utána következő csoport. De még visszatérve arra a kérdésem, hogy van-e ehhez hasonló valakinek eszébe jut-e? Számos van szerintem, csak ami nekem eszembe. Bocsánat, István. István az egyik. Dánielék a másik talán. Jahusa HaMashiach mindenki. Uh-huh. De szerintem jóban leghasonlóbb ehhez. Olyan szempontból, hogy aki rengeteg szenvedést kiállt hosszú-hosszú ideig. És az nagyszerűen szemlélteti azt, hogy én nekem továbbra is az elméletem, mint ahogy szerintem úgy is van, Jahusa HaMashiach kivételével, rá ez nem vonatkozik. De mindenki másra szerintem igen, hogy a szituáció, amiben benne van, abban kell, hogy legyen valamilyen szerepe neki magának. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy tökéletes, hibátlan ember volt, aki csak egyszerűen feláldozott érte, mert akkor ő lett volna Jahusa HaMashiach. Szóval ő nem volt az. Ha ő az egyetlen, aki bűn nélkül élt, akkor ez az ember nem lehetett az.
Nem azt mondom, hogy attól függetlenül nem úgy van, ahogy mondod, ő egy hasonló figura ahhoz. De amit mondani akarok, az az, hogy kell, hogy legyen valami szerepe neki abban, hogy ő abban a helyzetbe kerül. Nem az kell, hogy legyen, hogy ő egy nagy bűnös volt, vagy akármi. Bármi, akármi. De ő szerintem el kellett, hogy gondolkozzon azon, hogy mi az én részem abban, hogy én itt vagyok. És ez volt talán az egyik dolog, ami segítette abban, hogy elfogadja ezt az egészet. Hogy nem úgy gondolt magára, mint jó hosszú-hosszú ideig, 35 fejezeten keresztül. Hogy én jó vagyok, én igaz vagyok, mégis miért történik mindez velem. Ha ő így gondolt volna rá, akkor ez egy egész másfajta történet lett volna. El kell fogadnunk azt, hogy ez az ember feltehetetlen volt ugyan, de nem lehetett hibátlan. És csak egy hibátlan ember volt, az pedig Yahusha HaMashiach. Kellett, hogy legyen valami, ami miatt őt választotta ki erre. Sok minden. De talán ez az egyik faktor abban, hogy ő el tudta ezt fogadni. Ki tudja, hogy mi járt a fejében. Azonban azt mindenképpen megjegyzi Elohimnek, és erre is van példa az írásokban, hogy te tudod róla, Elohim, hogy mikor én megmenekülhettem volna, én lemészároltatom a Tóra kedvéért tűzös kínszenvedések által. Vajon figyelmeztetni kell Yahuát arra, hogy ez történik? Szóval akkor miért mondja mégis? Hát a Énok könyvében is van erre például, amikor az angyalokon járunk, hogy hát nem látott, és nem mondasz semmit, hogy valamit tegyünk. Na például az egy ilyen eset. Minek mondják neki, nem látta? Vagy például, mond? Ez olyan beszélgetés, párbeszéd már atyával, Yahuával, hogy te tudod jól, hogy mikor megmenek. Hát mint hogyha tényleg annyira közel lennének egymáshoz, hogy már kommunikálnak, és azt mondja, hogy te tudod, hogy meg is menekültem volna, és mégis feláldoztatom a Tóra kedvéért. Érted, hogy értem, hogy... Igen, abszolút. Igen. Szerintem azért mondja ezt a 26-osát, mert utána a 27-esben azt mondja, hogy légy kegyelmes a névedhez, ezért, amit a 26-osban elmond. Szóval, hogy legyen mire hivatkoznia, legyen egy alapja, ami miatt kéri az atyát arra, hogy legyen kegyelmes a névéhez, és elégedjen meg az ő büntetésével. Hogy ő ezt bevállalta, ahelyett, hogy megmenekülhetett volna, szóval erre tekintettel kéri az atyát, hogy legyen kegyelmes. Hát ez az alapja annak, hogy kéri azt, ugye? Igen? Meg vallja ítélt, tehát hogy nem a saját élete mentését vallja meg, hanem hogy a Tóra kedvéért, tehát hogy annyira szereti a törvényt, hogy a Tóra kedvéért hal meg, nem azért, hogy most ő egymillió megmenekül, és akkor egyedül a megmenekül, hanem amit olvasni Gézsait volt, és még sokokat megmutat csak ezt. És ezt nem tudta Yahuah? Most nem rosszul akarom, csak azt akarom mondani, hogy minek egyáltalán... Ennyi még amúgy bele is fél, hogy ennyit mondnám. Persze, ne, abszolút. Csak minek mondani, ha úgy is tudja? De ezt egy már előre megbeszél, ha? Ez olyan, mint is mondani. De az evangéliumban is van ilyen, hogy imádkozni kell és menni, mert ő tudja, hogy te mit kérsz, de akkor is vald meg, tehát te mondd ki, hogy te azt... De vajon miért? Én ezt nem mondom kétségbe, én abszolút tisztában vagyok ezzel. Én tudok mutatni számos példát, tehát föl is írtam, mutatok egyet erre. Ez, ha jól emlékszem, ez Nehemia 13-as fejezet talán, hogyha... ha vissza emlékszik mindenki. Mindjárt szépen, azt mondja, ez Nehemia. Emlékezzél meg róluk, én Elohimem, a papságnak és a papság szövetségének és a lévitáknak ilyen megfertőztetéséért, és megtisztítám őket minden idegenektől, stb. Stb. Ja igen, rendtartást szabik a papoknak és a lévitáknak kinek-kinek az ő dolgában, fahozására is bizonyos időkben, és első zsengékre. Emlékezzél meg, én Elohimem, az én javamra. Nem emlékezett volna rá? Amúgy? De minek? Értem, nem azt mondom, érted? Én csak arra, hogy mi lehet az oka, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mi lehet az oka, hogy mégis mondanunk kell. De itt van egy másik, ami talán érdekesebb lesz, aztán átadom a szót. Minek kellett neki közben járni? Nem? Azt mondta, hogy azért hagyd békén engem, hadd gerjedjen fel a haragom ellenük, és töröljem el őket, téged azonban nagy népét tesznek. De Mózes esedezik, azt mondja, miért gerjedne haragod a te néped ellen, amelyet nagy erővel hatalmas kézzel hoztál valaki Egyiptom földéről,
Miért mondanák az egyiptomiak, mondván vesztükre vivéki őket, hogy elveszik, stb. Stb. Múljon el a te haragott tüze és hajt abba a népedel, vagy szóval minek ezek a dolgok, hogyha amúgy is tudja. Igen? Mond? Szerintem azért, mert kell egy közbenjáró. Nem lehet... Tehát itt ő, tulajdonképpen ő a közbenjáró a nép érdekében, a nép nem kérheti magának a, úgymond a, azt, hogy az atya tekintsen el a büntetéstől, hanem kell egy közbenjáró. Itt ez esetben Mózes, ott Eleazar, nekünk meg Jehosea Mássiák az, aki közbenjár a mi érdekünkben is kérhet az atyától bármit. Szóval itt szerintem Eleazar abba a helyzetbe került, vagy abba az állapotba, hogy már direktbe kérhetett és az atyától és az atya meghallgatta. Erre gondolok, de pontosan az okát, hogy miért kell ezt elmondani, az... Nézd, az részben az kell, hogy legyen, hogy kell valaki, aki közben jár, az, szerintem az az út, ami... Mond? Szerintem meg mind a három példa olyan volt, hogy nem is az agyát akarták emlékeztetni, hanem ők csak kérik. Ők kérik, hogy emlékezzen rá, és hogy nem emlékeztetik, hogy ha esetleg ő elfelejtette volna, vagy éppen figyelt volna. Biztos ki is kell mondani egyébként. Na ezt akartam, erre akartam kiderni, hogy ez volt a lényeg, amit mondja. Még ha értem, és tényleg nem azt akarom csak ismételni a kérdést, abszolút, de szerintem mindjárt mind a kettő, amire ki akartam térni, de akkor ezek szerint kell, hogy legyen valami ereje annak, amit mond az ember, nem? Szóval nem elég csak gondolni. Mégis mindannyian érezzük a szükségét annak, hogy imádkozzunk remélhetőleg, na? Még ha nem is órákon keresztül, de van egy időszak, amikor az ember szeretne beszélni hozzá, és elmondani azt, hogy ezt, hogy azt szeretné. Szóval kell, hogy legyen valami ereje annak, hogy az ember kimondja, igen? Mert személy? Tehát a másodjától is azt mondja, hogy az írás, hogy a meglepett nátszát, nem törös pislog, hogy elkövet, nem mondja ki. Tehát azt gondolom, hogy képviselni kell az emberiséget az atya előtt. Azok, tehát másik kezdi, hogy tartozunk mi erősek, vagy az erőtlenek meg az erős. Erőtlenségét hordozik, és ő oda vitt olyan embereket, a néphöz valószínűleg nem volt mindenki olyan állapotban, mint ő. Tehát lehet vele már elég 5 malacot megjelent volna. És őket képviselte. És ezért ilyen nagykövetként ment az atya elég, hogy nézd, tudom, hogy őt nem itt tartani, de légy szíves fogadta lesz az állat. Ő maximumot kihozt az egész szituációt. Abszolút, igen. Mert nekem most még talán fejlődöm a jubileumokban, amikor ugye Ábrahámról voltunk, és ő is milyen nagyszerűen mondta, hogy ott is fontos volt az, amit mondott, hogy jó, nekem nem kellene azok a marháig, majd jahó a ajándékhoz. Uh-huh. És így van, az is a sok. De akkor mi a te véleményed arról, hogy miért? Igen. Nézd, én erre nem tudtam még rájönni teljes bizonyossággal az évek során sem. Uh-huh. Hogy vajon mi az oka annak, hogy mégis ki kell mondani. De az kétségtelen, hogy más az, amikor az ember elgondolja, meg más az, amikor megmondja. Mert az ember sok mindent elgondol magába, akár egy másik emberrel kapcsolatban is, de az más, mint amikor kimondja. És hogyha belegondolunk abba, hogy ő, mint ahogy elénekeljük most már lassan minden héten, hogy ő szólt lett nap és hol, és nincs hátok kifeszült az ég. Szóval, ha ő szól, és lesz, ez ugyanúgy ránk is vonatkozik én szerintem. Nem azt mondom, hogy ha én azt mondom, hogy legyen egy hely, akkor lesz, vagy akármi. Azt akarom mondani, hogy ha azt mondom valakinek, hogy szerintem te hülye vagy, akkor annak utána van egy utó élete annak a dolognak. Azt nem lehet, és nagyon nehéz meg nem történté tenni. Ezért is figyelmeztet minket arra, hogy minden hiába való szót előhoz a végén ítéletre. És talán tegnap volt róla szó, de lehet, hogy másabb beszéltem, most tudom már ezt, hogy amikor hiába valóságokról van szó, akkor nem tud rajtunk keresztül szólni értelmesen. Szóval az a hiába valóság beszélése volt szó róla tegnap, érthető? Szóval mindennek van egy utóélete utána, amit az ember elmond. Szóval kell, hogy legyen valami erő abban, amit mondunk. És lehet, hogy én valahogy erre jutottam, hogy mint ahogy a hit egy erő a másik oldalon, vagy a bizalom, hogy én bízom benne. Úgy ez is, hogy én hozzá beszélek, és az eljut hozzá, és akkor ő abból valamiféle örömöt kell, hogy lejjen, és ezért kellett, hogy teremtsen minket. És még egyet utána azt átadom, szóval lehet az is, hogy a szó
kimondva, az egy magasabb formája a gondolatnak, mert az egy elhatározás áll mögötte. Amíg gondolom, addig a fejemben van, addig más az, hogy azt gondolom, hogy jó, oké, én magamhoz fogadnék három embert, aki ott lakhatna nálam, arra. De mikor bejövök ide és azt mondom, hogy én magamhoz fogadnék, akkor az egy másik dimenzió van. Plusz, hogy a gondolat nem használható, adó fel bizonyítékként. Ez egy másik dolog szerintem, mondd azt, hogy jelent. Nekem akkoriban, amikor eljutottam odáig, hogy van egy teremtő, és akkor volt egy ismerősöm, és ő már hitt, akkor már régóta, és ő imádkozott rendszeresen. De nem ezen az úton voltunk, akkor még én se, ő meg egyáltalán nem, még azóta se. És tőle kérdeztem, hogy te hogy szoktál imádkozni? Magadban vagy hangosan? És akkor ránézett, és én egyszerűen látta a dolgot, és azt mondta, hogy hát ha azt akarod, hogy hallja, akkor hangosan. Jaj, persze, hát nézd, ezek szerint ez ördes volt számára. Igen. De én valahogy erre gondoltam mindig, hogy de ez most fogalmazódott meg bennem talán így először, hogy ez egy magasabb szintű elhatározás, ha elmondja az ember, mint hogy csak gondol rá. Ez kétségtelen. Plusz kell, hogy legyen, ez több annál az élet, mint amit mi gondolunk. Hogy milyen szintre lehetett volna eljutni, ha nem hagyjuk, hogy az ellenség félrevezessen és egy ilyen abszolút primitív anyagi világba beleragasszon minket, hogy most milyen spirituális szinten lennénk és vele milyen kapcsolatban, az elképzelhetetlen. Hogy hogyan lehetne kommunikálni vele, hogyha nem ebben a rendszerben nőünk fel, ahol nézd, itt a szó, csak pillanat, de csak gondolj bele mindenki abban, hogy azt hiszem egy millió könyvet adnak egy évben, valahogy így, de nem akarok hülyeséget mondani, de a nagyság el lehet képzelni, 7 milliárd ember, ilyen végtelen könyvet adnak egy évben. Mennyit írnak az emberek ezeken a social media dolgokon, mennyi hozzászólás, mennyi kép aláírás, mennyi poszt, mennyi blog, mennyi ökörség, ami születik, azok mind szavak, amik ki vannak mondva, amik örökre ott lesznek. Szóval mekkora káosz generál, ha mindegyiknek megvan az utóélete, ha az ő szavának ekkora ereje van, akkor annak a rengeteg hiába való szónak is kell, hogy legyen valamilyen hatása. És szerintem ez generálja a káoszt a világban. Azért, mert a beszédnek, meg a leírt szónak van egy hatalma, aztán később, meg egy utóélete, amit nem lehet soha többet megállítani, az csak megy és előidéz dolgokat utána a világban. Hisz, hogyha leírom azt, hogy szerintem a Föld lapos, és írok egy cikket róla, azután neki van egy élete utána tovább, az megy, és változtatja meg az emberek életét, meg sok mindent. Ugyanígy a kimondott szó is így lehet mondani. Meg az igazság, és hozzátartok, hogy a szívnek a bőségéből szól a száj. Szerint az Atya is kéri, hogy valljuk meg a szívünknek a bőségét, és amikor a másik ment szemben, ez a két kaphoz, mondta, hogy mit akartok, hogy mit cselekedjen, pedig tudtam. Így van, na ez a lényeg. Tehát nem az, de figyeljen, éhes vagyok. Ja, bocs, igen. Azt hittem, ahogy zavarjuk. Majd mondja a századosnak, hogy elmegyek, menjen, nem, és elmondta a hitét. És mondta, hogy végig a fiak között se láttam, nem azt, hogy nem hallottam ilyen hitet, hanem nem láttam még ilyen hitet. Tehát úgy beszél azért mondja a lelkét áldott, és ő látott. Úgy, ahogyan mi nem látunk, ha nincs bennünk a... Pontosan, ezt mondom, hogy ez számos, de mikor azt mondja, hogy gyógyíts meg a szemem, és akkor ráteszi azt a pakolás, meg ráköp, meg lemossa. Minek csinálja azt? Mikor csak mondhatta volna azt, hogy nem, meg puf, legyen látásod. Sőt, még volt a másik, aminek az volt, hogy látok, mint a fák lennének. Jó, akkor még csinálok valamit, és akkor utána látod jobban. Miért nem csak egyből lett úgy? Azért, mert biztos vagyok benne, hogy bizonyos dolgoknak meg kell történni ahhoz. Az egyik meg az, amit valaki mondott az előbb, hogy a végén legyen tanúbizonyság arra, hogy az ki van mondva, meg meg van csinálva. Nem csak az, hogy az ő azt tudja, hogy ez úgy lesz. Szóval meg kell történnie. És szerintem még azt is érdemes hozzávenni, hogy ezáltal az egyén fejlődik. Sőt, inkább úgy fogalmazok, hogy ezáltal fejlődik az egyén. Hogy ez megtörténik vele. Nem lenne olyan. Érthető, amit mondok? Ha csak az ő elméletében ő előre látja, hogy Eleazar meg az összes többi ember kit... Nem lenne olyan. Nem? Meg kell, hogy történjen vele az,
hogy megedzze azt a testet, mindaz a megpróbáltatás, ami az élet, hogy a végén az legyen. Szóval a fizikális elengedhetetlen a spirituálishoz. Nem mondhatjuk azt, hogy ő csak elképzelte ezt előre, és az úgy lesz. Úgy lesz, ha végigmegy az ember azon. Még akkor is, ha a jó döntést hozza. Azért hozza meg a jó döntést majd akkor, mert előtte azt a sokat végigélte. Szóval nem létezhet a kettő egymás nélkül. Nem mondhatjuk azt, hogy a fizikális, meg az a test, ez lényegtelen. De bizonyos szempontból igen, de bizonyos szempontból ez elengedhetetlen része nekünk. Igen? Hát ez olyan, mint a hitus cselekedet együtt. Uh-huh. Pontosan olyan, így van. És még valami. Uh-huh. Hogy ugye Elazar, tudjuk, hogy ismerte a Torát, ő abba élt. Ő egy olyan ember volt, és nyilván őt ezen az úton felkészítette Jahua arra, sőt ő is ismerte az előző dolgokat, hogy mik voltak a világteremtése óta, és látta ő is, hogy ez nagyjából ide vezetett mindenkinél, akire ekkora munka volt rábízva. Azt se tartunk kizártnak, hogy ő nem tudta, hogy ez a vége, és tényleg azért úgymond ezt örömmel vette, mint ahogy Saul is azt mondja, hogy örömmel oda is adná, ha nem kellene neki még itt dolgozni a Földön, akkor ő legszívesebben azt kívánná, hogy menjen fel az Atyához azonnal. Uh-huh. Hogy? Sőt, azt mondja, hogy örömmel tartsátok, hogyha igen. Szívnak benneteket ezért, hogy valami hasonló. Úgyhogy bizonyosan mindenképpen ez így van. De ez a kettőség jellemző az élet minden területére érdekes módon. Hogy a fizikális, vagy a spirituális, vagy a jó, vagy a rossz, vagy a fekete, vagy a fehér, vagy a nappal, vagy az éjszaka, vagy a nap, vagy a hold, vagy a kék, vagy a piros, végtelen van. Az egész életet így tervezte meg szerintem, hogy minden tükrözze azt, hogy a fizikális, ami itt van lent, az tükörképe annak, ami ott van fent. Ezért mondta, hogy úgy csináld meg a templomot, ahogy azt ott láttad fönt, hogy azok együtt énekelnek Elohimmel, amikor vannak ezek az ünnepek, ezért csináljuk mi ezt itt, stb. Mi tükröznénk azt, ami ott van. Nem lehet elképzelni, hogy mennyire korrupt lett a világ, ugye, hogy mennyire romlott ahhoz képest, amit ő elképzelt. Szerintem lehetetlen, hogy mi mennyire primitívek vagyunk ahhoz képest, amit ő megálmodott erre. Hogy mi milyen messze vagyunk tőle, hogy mennyire nehéz nekünk rácsatlakozni az ő hullámhosszára. Van? Meg ugye pont tegnap volt szó a sport kapcsán arról, hogy az is testi és lelki egyaránt. Pontosan. Ez mindig örök ez a kettőség. Mellesleg érdekes módon a sportban is lehet edzeni, hogyha valaki gerelyhajító, akkor egy gerelyhajító csak egyszerűen leül a székbe, és végigmegy azon a mozogássoron, ami elvezet a felkészülési állástól egész a hajítás befejezéséig, ahogyan ő azt befejez, mikor elugrik, vagy lehasal, vagy akármi. És ezt csinálja újra, és újra, és újra, és újra, és újra. És csak ül egy székben, és fut végig, és átgondolja, hogy most van benne 5 sasszé, vagy van benne 10 lépés, utána jön 2 sasszé, és utána így fordulok, és elengedem, és a végén az ujjamat ráhozom, és hasonlások, és akkor a vonal elején pont beér. És aztán visszamegy, és végigmegy rajta újra. És újra, és újra, és közben az agyban ugyanazok a neuronok tüzelnek, ahogy mondják, és gyakorolja be azt a mozdulatsort, amit edzésen csinál. De ezt egy primitív mozdulatsorra mindenki meg tudja csinálni. Egy fekvőtámasszal is. Leülök és átgondolom, hogy működik a fekvőtámasz. És jobb leszek utána, abban a dologban. Szóval ez egyszerűen csak működik így, mint hogy fordítva is. Igen. Holnap megint azt mondod, hogy egyszerűen tök jó, hogy gyakorlod is. Légy kegyelmes a népedhez. Légy kegyelmes a te népedhez, és elégedj meg az én büntetésem, mert ő értünk. Ezek szerint ő tisztában volt, és akkor már utána elolvasom a következőt, mert az már legyen az én vérem tisztulás számukra, és vedd az én életemet elégtételként az övéért. Megváltoztatná az emberek elképzelését arról, hogy mi Jahusa HaMashiach szerepe az egészben, ha ismernék ezt a történetet, nem? Hisz akkor látnák, hogy ez volt ilyen már. Hogy ez egy létező dolog. Hogy valaki viseli nem arról van szó, hogy az, hogy úgy, mint ahogy ő, Jahusa, hogy a végső ítéletet elveszi. Nem arról van szó. Arról van szó, hogy itt a földi életben elveszi. Arról nincs szó, hogy majd megigazulnak ezek az emberek, és amikor feléletnek, akkor azt mondják, hogy Eliazarba hittem.
Nem? Szóval nem úgy, mint ő. De ez egy példa arra, hogy ez létezik ez a dolog. Hm? Akkor lehet, hogy amikor a borjú után Lévi fiai 3000-et levágtak, ott is az egész nép vétkezett, nem? Ezért is töltöttem... 3000 elvitte a balhét. Persze, abszolút. Ezért is töltöttem ezt be ide, hogy, mert a testnek érett a vérben, én pedig az oltára adtam nektek azt, hogy engesztelésű legyen a ti életeteket, mert a vér a benne levő nefes által szerez engesztelést. És ezért ne egyétek. Szóval a test élet a vérben van. És ráadásul ezt utána, hogy megismétli mindenképpen szerintem zsidókhoz valahol. És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Szóval valakinek meg kell halnia. Most persze be nem tenni a kérdés, hogy valami ez miért van, de mondjad, Lali? Ja, ugyanez a jelenség 2 Mózes 32 31-32 Mózes tehát ismét Jehó elé járult, és így szólt. Nézd, a nép nagy bűnt követett el, és aranyból csinált magának hatalmasságot. Mégis bocsáss meg védkét, ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, melyet írtál. De ugyanezt ajánlja. De aztán azt mondja Jehó, hogy nem, hanem aki védkezett, azt fogunk kitörölni a könyvbe. De természetes, ha... tisztában volt ezzel a koncepcióval akkor, nem? Hogy lehetséges az, hogy... Nézzük meg akkor ezt, hogy hogy lehetséges ez? Hogy egy ember meghal, és akkor a többi meg kegyelmet kap. Azt mondja, hogy légy kegyelmes a te népet. Ezt mindenki tudja, hogy szed jó indulat, vagy jó szándék, vagy jó akarat, szeretet, ez a szed kegyelem, könyörület, ilyen értelemben. A te népedhez. Elégedj meg az én büntetésemmel, ő értük. Miért van ez? Hm? Felvállalja a felelősséget? Mindenképp, aha. Igen. Ez olyan, mint egy engesztelő áldozat lényegében? Mindenképpen az. Persze. Csak hogy lehetséges. Érted? Hogy lehet az, hogy van egy nép, aki bűnben él, meghal egy ember, és akkor azt mondja az atya, hogy jó, oké, akkor ezt mondják rá, és állva mindez az a víz. Igazán, hogy János így... Hát mert tudja, hogy Jehova nem akar rosszat, és úgy van vele, hogy ne jusson mindenki ilyen sorsra, nem? Hát hogy ne, szerintem közelítünk ma? Hát amit már elmondtál, hogy különben nem lenne már utána miről beszélni, mert az összeset kitakarítaná, és akkor... Ilyenben. Nem lesz utána kivel foglalkozni. Uh-huh. Én egyrészt arra gondolok, hogy ebből arra lehet következtetni, hogy csak nem Elezár volt a bűnös, neki nem feltétlen volt bűne. A másik meg az, hogy azt mondja, hogy gyűjtsünk kincseket hasámaimba, és hogy mi van, ha azokat a kincseket be lehet váltani egy ember életre például. Ezt nem tudom, ezt most jutott. De mégis azt mondja, hogy aki megment egy bűvöst, az sok bűnt el. Igen. Hát ugye az állatáldozatnál az volt a lényeg, hogy ott az állat vére tisztította meg, és át lehetett tenni a bűnt az állatra. És ahogy ott egy ember vitt a saját bűnél, Jom Kipur napján az egész népért áldoztak fel, és ott is csak ugye két kos volt, az egyik elment a pusztába, a másik meghalt, és a vérével elmosta az egész nép bűnét. Tehát akár egy ember is elviheti sok-sok embernek a bűnét. Igen. Szerintem erre nagyon szép lesz a János 15, 12, 13. Igen, ugye 13. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Kétségtelen, hogy akkor ő szerette őket mindenképpen. De mégis nem tűnik olyan... hogy mondjam? Miért nem csak mondja azt, hogy jó, oké, és mondják rá? Felejtsük el. A vér az kell? De miért? Mert így találta ki. De miért? Ez volt a nagy kérdés mögötte mindig is, érted? Hogy miért? Hát az... Mert hogy abban van az élet. Igen, és akkor most megkérdezhetném tovább, hogy jó, de miért?
Nem tudom feltétlenül a választ, csak kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol. Hogy mi az oka annak? Nem csak nem arról van szó, hogy bér, mert akkor csak kifolyatnám a kezemből a vért oda, értesz? Ő amikor így van, ő amikor azt mondja, hogy vér, akkor ő arra gondol, hogy valakinek vagy valaminek meg kell halnia. Hát talán, hogy tanuljon az ember belőle, ami... Nem. Hogy akkor a bűn is meghal? Lehetséges az is, igen. Én is profilag gondoltam, hogy a bűn eredménye a halál, szóval. Nem, a következménye a halál. Ugye, hogy az élet eltávozik, ha valaki meghal, akkor az a bűn is, amit ő elvállalt, vagy rátettek, az is meghal. Tehát eltűnik. Az a mennyiség bűn eltűnik a világból, úgy, ahogy az élet. Ez általában nem jön ott az elején, meghaltak néhány, az mégis ugyanazok történik. Én arra gondolok, hogy és ez lehet, hogy így nem annyira érthető, de hogyha van egy ember, akinek most teszem azt, mondjuk lett volna még hátra 50 éve, és mondjuk ő 30 évesen meghal egy ilyen szituáció, vagy 40, jó, mondjuk ez 90 éves volt elhezzel, de mindegy. A lényeg az, hogy az ő halála, az lehet, hogy az összes többinek meghosszabbítja, sőt, hát biztos meghosszabbítja az életét. Tehát valahogy ez a vélszerűen egy olyan dolog, hogy amennyit elvesz attól az egytől vér, kvázi szétosztja az összes többinek, és az így meghosszabbodik az ő életük, érted? Még ez is megfordult már a fejembe valami hasonló elmélet ehhez képest, de mondjuk egy-egy névhez képest túl csekély lenne, hogy azt szétosztani. De lehet, hogy így össze tudjuk rakni mindezekből. Azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez a fizetsége, a bűnnek a fizetsége a halál. Most arra emlékeztünk el az alapfelállása, ami az, hogy elkövette a bűnt, és ezért kikerült a kertből. Miért történt az? Hát, hogy ne tudjon enni az élet fájáról, amivel meghosszabbíthatja az életét. De akkor miért csak vett el az élet fáját onnan? Azt maradt volna ott az ember, az kérdés. Mert a választáshoz meg kellett, hogy ott legyen. Szóval akkor nem lehet ott a bűnös ember az ő előtte, nem? Nem járkálhat csak úgy ott. Nem? Hm? Igen, mert hogy bejött a bűn, és a bűn nem fér meg az ő közelébe. Így van, szóval kell valami, ami... Nem tudom pontosan kifejezni, de... Mintha egy kártérítés, vagy valami ilyesmi. Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy a bűn az olyasmi, mint a szó. Nem, az megtörtént. Azt nem lehet utána azt mondani, hogy attól, hogy én azt mondom, hogy... Mit tudom én, mint amit mi csináltunk az életünk során, hogy végettük az összes minden dolgot, amit nem kellene. Most, hogy azt mondom, hogy jó, oké, ne haragudj. Attól még az megtörtént, nem? Érthető? Hogy szóval az még nem lesz attól, az még ott van, az már van az a dolog, az örökké csak ott lesz. Kell valami, ami azt eltünteti. Hm? De nem így, hogy valami, hanem... Én azt láttam végig, Eleázár megvizsgálta magát, mint hogy a bárányt megvizsgálta a Pilátus. Tehát ő végig mondta, hogy a tóra a lényeg, stb. És végig tiszta maradt a vére. Tehát úgy halt, azért tudott ő áldozat lenni, vagy felajánlni, mert ő megvizsgálta magát, és azt a tiszta vért ajánlotta fel. És tehát nem minden vér jó az atyának áldozatul, hiszen a másik is azt mondja Máriának, nehogy hozzám érjél, mert én még nem mentem fel az atyához, mert ha hozzám érsz, akkor annyi az áldozatnak. Uh-huh. Ez az. Tehát úgy, hogy végért úgy 33 éves, és egy érintésen múlhatott volna, hogy oda az egész. Tehát itt is az van, hogy csak bizonyos vérek jók áldozatnak. Mert most, amikor lemészároltál Dávid idő a papokat, akkor nem mondtad, hogy jó, most lemészároltak 50 papot, akkor most nem kell jönni semmit áldozatban, meghalt itt 50 pap. Na jó, azok gonoszok volt. Akik elbújtak. Hát akiket lemészároltak, azok gonoszok volt. Ez nem így. Na látod, szóval, de mégiscsak hagyta, hogy meghaljanak. Abban egyetértek, hogy akárki nem állhatott volna oda, nem? Hisz egy bűnös, akkor csak van valami a vérben, ami befolyásolja annak a minőségét, nem? Azért kellett egy tökéletes ember, egy tökéletes áldozat, mert az képes majd eltüntetni minden embernek a bűnét. De megy akárki. De szerintem ez így különbözik abban, amit már megbeszéltünk az előbb, hogy ő nem a igazítja meg az embereket. Ő nem teszi őket szenté a végén, meg mondjuk, hogy ahol elé állnak. Őnek ez nincs köze. Ez csak itt elveszi a haragot róluk. De kellett valaki, aki meghal ezért. És szerintem az mindezekből összerakható.
Az egyik az, hogy a bűnzsoldja a halál. Az azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy majdnem mindig, vagy hogyha nem tekintek el tőle, akkor az. Ez csak egyszerűen azt jelenti, hogy ha valaki bűnt követel, azért meg kell halnia. És ez azért van, mert nem mehet utána elé oda már. Érted? Ha te bűnt követtél el, akkor neked véged, neked annyi. Nem mehetsz oda elé utána már, soha többet. Ezért van Yahusha HaMashiach vér. Szóval a bűn magával vonza a halált. Valakinek egyszerűen csak meg kell halnia. Vagy mindenki meghal, vagy valaki meghal, de valakinek meg kell halnia. Különben nincsen, arról nem lehet tovább lépni azon. De az ő bűne nem vette el azok az emberek bűneit. Az csak egyszerűen egy ázunk volt, értük. Azért, hogy lássák, hogy következménye van annak, amit csinálnak. És szerintem, ha ezt ott végignézték azok az emberek, akkor valószínűleg némelyikben tudatos volt, hogy milyen súlyos következménye van annak, amit, ahogy éltünk. Hogy egy ember, aki nem is tehetett erről majd, hogy nem, az így jár. Hát, ha elgondolkodtak azon, hogy ez komolyan gondolja. Szóval mi lesz a következő lépés vajon? A másik pedig az, ez az egyik, amit itt mondok persze természetesen, hogy ez még hozzáteszi azt, hogy ez az ember szerette is őket. Itt van még egy, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Nem tud nekik megbocsátani. Soha azok, annak a népnek, ha nincsen valamilyen véráldozat. Szóval kell, hogy legyen. Hogy miért, azon még, arról még beszélhetünk. De itt van még egy, és ez az utolsó, az pedig az, hogy azért adtam a vér, hogy az engesztelésű legyen a ti életetekre. Szóval mindezek miatt szerintem mondhatjuk azt, hogy ez az ember vállalhatta ezt. De egyébként azt mondja, hogy tisztulás számukra, és vedd az én életemet elégtételként az övéért. Ezt elégtétel azt jelenti, amiről csak most szó volt. Az elégtétel a szó szerint azt jelenti, hogy megelégszik vele, hogy az nem az az összeg, de elégséges legalábbis az én elképzelésemben. Tartozásnak a teljesítése, az, ami kárkodó valakit, az enszenvedett káré jóvá teszi a rajta esett sérelme. És ez nem az az érzés, mely annak a lelkét tölti el, akinek elégtételt szolgáltottak, akit igazad az esemény. Szóval ez egyfajta kárpótlás, mond. Csak a ábbe jutott eszembe, én a könyve szerint ő azért kiabál még abba a lyukba, mert még nem kapott elég mindent, ami neki ő idő előbb befejezte, és pont ez az, amit mondott a Diák, hogy tehát hogy lemondok az életem folytatni, mert 100 lehetőséget elzárnak folytatni az életét, csak ennyi elvet, meg nem is disznót, más tevet volna, azt letudtak. De inkább ő döntött úgy, hogy leteszi az életét ott, másik, és akkor azt a plusz, az a lemondott élet lehet az, ami elég tétel, ezek, hogy tovább, nem tudom, az nem az logikus, de hogy ők tovább élhetnek azok az emberek azért az élettartamért, ami még hátra lett volna az embernek. De még a bárányról is mondja, hogy az egy évig, egy bárány, a Pészak bárány, az egy évig befedezte az egész népet, egy bárány. Mint ahogy ez is csak befedezte. Ki volt a következő? Jaj, oké, akkor térjünk már arra, mert ezt elfelejtettem mondani, de szerintem ez az a megoldás. Az pedig a kegyelem. Világos? A kegyelem azt jelenti, hogy jó, nézd, elfogadom ezt az egyet, nem kell mindenkinek meghalni. A kegyelem az, ami kiterjeszti ezt mindenki másra. De valakinek meg kell halni, hiszen a nullát nem lehet kiterjeszteni mindenki másra. Szóval úgy van vele, hogy jó, akkor kell valaki, aki meghal érte, és az mindenkit fedez, és mehetünk tovább. És az, hogy mindenkit fedez, az, amit úgy ismerünk, hogy szed, vagy kegyelem, jó indulat. Hogy nem törlök el mindenkit, hanem jó indulatot tanúsítok, elfogadom ezt az egyet mindenkinek. Már Jani mondta ezt, de lehet, hogy nem az van, hogy kell valaki, hanem kell egy olyan, akit mindenki sajnál, plusz aki, mert most kiválasztottak volna oda egy ilyen mindenki. Kell egy megfelelő maradék abban. Igen, egy olyan, aki gyakorlatilag a tökéletes. Persze. De még ez is fokozható, mert a bárány is tökéletes volt, amit kiválasztottak, de már olyan áldozta fel, aki szinte csak így bedobta a templomba, és akkor
Köszi Áram, hogy intéztek, szevasz. Tehát áldozat volt, vér volt, minden, de mégsem jöttek egyáltalán. Könnyen lehet, hogy ezen a ponton az már kevés lett volna, nem? Hogy elérték azt a szintet, hogy tudatos... Lényegében az azt mondja, hogy a másikákra vezérlő tanítómesterünké lett volna a törvény. Ez lett volna a része, nem? Azért áldozták azt a rengeteg állatot. Nem akarok belemenni abba, de az elég bizarr, mikor levágnak egy birkát, aki látta, az ennyi megterhelő. És hogyha az ott megy reggeltől estig, az egy kemény élet lehet azt csinálni, meg azt látni. Az a tanítómester, amiről beszél, hogy meg kellene értened, hogy ez meghalt, de amúgy te lettél volna ez. Nem csak itt, hanem utána a végén örökre. Elválaszt örökre tőlem ez. Meghaltál volna, de az hal meg. Az már így kevés lett volna ezeknek. Úgy volt, szerintem legalábbis az történhetett, hogy olyan szintre jutottak, hogy kellett valami annál komolyabb, és ez volt ez az ember. De a kegyelem terjeszti ki az áldozatot mindenki másra. Hisz itt nem hal meg annyi ember, ahány bűnös van, hanem egyszerűen csak kiterjed rájuk, és az már az ő jó indulata utána. Hogy úgy van vele, hogy jó nézd. Mint amikor azt mondod, hogy tartozok 10 000-re, itt van egy jelzés, többet nem tudok adni, jó, oké, felejtsük el, és mondják rá. Szóval valamennyit adtál, a többit meg elengedem, mert kegyelmes vagyok. Hm? Hogy akkor valami mégiscsak lehet abban, hogy a korszakonként, hogy betelik egy korszak azzal a sok szeméttel, meg mindennel, amit mi csinálunk, az emberek, és akkor egyszer jönni kell valakinek, aki elviszi nem az egész világét, azokét nem, akik abszolút nem is játszanak ebbe a csapatba, hanem csak azokra vonatkozik, Izraelre mondjuk, tegyük fel. Ez a világra is vonatkozik, azt kell, hogy mondjam. Ezért mondta azt, hogy az emoreusok bűne még nem tett be. Tényleg, igen. Szóval ez mindenkire vonatkozik, csak másnak nem jön el annyira hamar a büntetés. Neki többet tűr. Akit kiválaszt, különösen az ő népe, ez el fog vezetni messzire akkor. Szóval... csak azért mondom, hogy ha megnézed, hogy az ő népe hol van hozzánk képest, nézd, mi ugyanúgy éltünk, mint mindenki más, mégis teljes királyba vagyunk itt. Igen. De van az ő nép, aki nem mondja ezt magáról, hogy van egy országban egy kormányzása, meg szabadon élt, meg sodabbé. Szóval rájuk csak közvetlenebből vonatkozik a büntetés. Ez minket is elér, mint ahogy eléri az egész világot. A pohár betelik, az most fog betelni, amikor mi látjuk, hogy betelik. Mikor az emberek annyira elfordulnak, hogy kevés már minden áldozat. Már nem lehet annyit ölni, meg áldozni, hogy azt mondja, hogy jó, oké. Itt már nincs mit, itt már az embernek magának kell meghalni. Mert már elég volt. És ezek szerintem sokkal súlyosabbak, mint ahogy mi azt felfogjuk. Mi csak nem tudjuk ezeket a dolgokat felfogni. Mi primitívek vagyunk, sajnos azt kell, hogy mondjam. A környezet azzá tett minket. A nevelés, az oktatás, a filmek, amiket nézünk, amiket hallunk. Mi nem fogjuk fel azt, hogy mi mennyire ostobák vagyunk. Ahhoz képest, ami néhány száz évvel ezelőtt lehetett. Számunkra természetes, hogy megnézzük egy filmet, és ott az embereket halomra lövik, felvágják, széthrágják, meg szétbelezik, meg felrobban minden, meg meghal. És ezt ráadásul mi szórakozásnak hívjuk? Mi hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy ez így van. Nekünk nem téma az, hogy valaki meghal. Hát, de csak azért vagyunk ilyen, vagy ilyen látszólag, tehát azért tekintjük ezt az egész szórakozásnak, mert azt tudjuk, hogy csak egy film, és ez nem történt meg a valóságban, de ha ezt a valóságban látnánk napi szinten, akkor azért nem így állnám szerintem a halál kérdéséhez hozzá, amit te is mondtál az elején, hogy el vagyunk nagyon puhulva, hogy tényleg pár száz évvel ezelőtt ott keményen ment, ott, hogyha valakinek nem tetszett, előadta a kardot, azt levágta a kezedet, érted, hogy akármi. És, tehát abban a világban nem lennénk mi ilyen kemények, meg ilyen izék, hogy jó. Tehát azért mondom, hogy ez, amit mondtál, hogy el vagyunk puhulva, ez nagyon igaz, és hogy szándékosan mi, de ez egy hatalmas nagy probléma szerintem, hogy mi nem. Tehát én majdnem rosszul voltam, amikor tényleg ott az áldozatot, amikor ott kivégezték, beszélkon, szóval... Annyit csak hozzátennék, hogy én részben egyet is értek azzal, amit mondasz mindenképp, hogy ha látnánk. De csak képzeld el azt, hogy jöttünk az autópályán, kivel voltam a dugóban? Most, amikor azt filmezte az ember, ki volt a keze, azt filmezte a másik oldalon? Volt egy baleset a másik oldalon.
Aztán tett mentőhelikopter, meg itt tudom én hány mentő, és lassan mentünk el, mert az ember a telefon kirakta a kocsiból, és vette föl kamerára, hogy ott mi történt. Én erre gondolok, hogy az emberek elvesztették azt az együttérzést, meg azt a részvétet azzal, aki szenved. Ez számunkra egy ilyen, egy tweet, vagy egy ilyen, egy poszt, amit meg tudok osztani, hogy majd később megnéz valaki. De ez az, amivel beszélt Timóta is, mikor azt mondja, hogy lesznek szeretet nélkül valók az emberek majd az utolsó időben. Kérlelhetetlenek. A kérlelhetetlen az pont az az ember, akit nem érdekel, aki nem akar fegyveres életet, aki engesztelhetetlen. Akkor az az ellentéte annak, amit Jahua tanúsít. Ez az, hogy fegyverszünet szerzés a szövetség megkötését italázott követte ott akkor. Ez nem fogadja el azt, érted? Szerintem ilyenek lettünk, akiket nem érdekel, hogy Ráadásul ez ami magával is vonja ugyanazt, mert hogy még rosszabbat, mert hogyha látom, hogy nem segít senki, akkor egészen addig, amíg nem megy oda valaki, addig nagyon sokan ugyanúgy nem mennek oda, amíg nem látják meg, hogy megérkezett végre valaki. Ez bizarr. Vagy amikor a cápát húzzák ki a tengerből, hogy fotózkodjanak bele. Vagy a madarat fogja, hogy fényképezze. Meg még én is fogtam a kis gyíkat, hogy le tudjam fényképezni, és utána esetleg, hogy mit is csinálok. Hogy én azért próbálom megfogni, hogy csinálni, mikor úgy sem érdekel senkit, hogy én jövök. De csak a fénykép miatt, annyira benne voltam, hogy ott egy kis gyík, hogy lefogy, meg akartam fogni. Letölt a farka, és akkor összeg, és utána esetleg, hogy mit csinálok, hogy mi vagyok. De hogy mennyire katasztrofális. Szóval mi elveszítjük ezt a kapcsolatot a világgal. De a kegyelem az, ami kiterjeszti ezt. Ezért mondhatja azt, hogy legyen a vérem tisztulás számukra, és vedd az én életem. Elég tételként az örök. Így beszélven az igaz ember eltávozott. Nemes az ő kínzásai között. Hát emlékszik mindenki a nemesre, hogy mit jelent? Igen? Kiemelkedő. Kiemelkedő a maga nemében, a maga, mint a nemesre. Az ő kínzásai közepette is kiemelkedő maradt, és még a halál gyötrelmeinek is ellenállt az ő ítélő képességében, a Tóra érdekében. Ez csak egyértelmű, hogy mi az, amit mondtam. Az ítélő képesség, a Tóra érdekében. Mert ez hangsúlyoz elég sokszor, szóval szerintem ebből erőt meríthetünk arra nézést, hogy ő velünk lesz akkor. És kell, hogy legyen, én ezen jutatom magam, valami megoldása arra, hogy ne fájjon. Én csak biztos vagyok benne, hogy kell, hogy legyen valami megoldása arra. Hogy fájjon valamelyes, de mégse annyira. Hát különben akkor nem lennének talán ezek a történetek nekünk, hogy ebből tanuljunk előre, nem? Vagy hogy valami ilyen nyom, hogy... Nézd, az lehetetlen, hogy valaki... Na mindegy, ezen túl vagyunk. De én biztos vagyok benne, hogy van valami. Már csak azért is, mert itt is leírta ezt az álmos dolgot, mert később is le fogja írni. Még egy értelműben a további történetekben, hogy ez nem úgy van egészen pont, hogy úgy fáj, mint ahogy... De mindenki égette már meg a kezét, nem csak... Nem is tudom, mi volt a múltkor. Valamit csak éppen megfogtam a... Ja, itt volt pont a valaminek a füle fölé lógott a gáznak. És akkor be akartam tenni azt a lábast, és úgy megégette a kezem, hogy már így fogtam, betettem, és csak utána kezdett elégni, de annyira fájt. És semmi se lett utána. Szóval milyen lehet, érthető? Azért mondom, hogy valami, én ezzel nyújtatom magam. Igen? Lehet, hogy ahogy mondod, hogy a hit a spirituális oldalon bizonyos erővé, vagy hatalom alakul át. Hogy lehet, hogy ez a hit kell ahhoz, hogy ők onnan segíteni tudjanak. Mindenképp. Pontosan, ez így van, ahogy mondod. Szerintem ez így van. Az megy oda, az áramlik, és folyamatosan az jön vissza arról az oldalról. Biztos, hogy benne, hogy így van. És az ellenség ezt kihasználja. Ezért van a rengeteg horrorfilm, ahol retteg az ember. 1000%, hogy az valami erő kell, hogy legyen. Olyan nincs, hogy az csak véletlenül van minden második film horror, amiben így rettegnek végig az emberek ezektől, borzasztó dolgoktól, amik másznak, meg jönnek elő mindenhonnan. Az úgy van kitalálva, hogy mindaz a retteg, és milyen lehet ott? Több száz ember ül bent, egyszerre van a premier a világon, és mindenki együtt rettegi ugyanazt a dolgot. Szóval az a rengeteg félelem, ami ott van, nem? Meg az a retteg, és az megy mind bele egy az egybe a sötét oldalnak az erejébe. Így kell, hogy legyen. Ezért van egyszerre a premier, meg minden. Most már a tévében is, otthon is egyszerre van a premier. Szóval otthon is retteg a család együtt. És amikor kijön a tévéből az a szörnyű dolog abban a filmben, az szerintem pont az, ami történik.
Már lehet, hogy erről volt szó. Nézed azt a filmet, és az a valami egyszerűen csak belemegy az elmédbe, egy az egybe, hisz az egy spirituális dolog. Az azért Hollywood, mert az egy varázslat, azért azt a fát használ. Ki van találva az egész? Úgy, hogy azonnan az modellusz, meg az összes többi, ha te nézed azt, hozzájárulsz ahhoz, hogy az gond nélkül bejöjjön a te házadba. Szóval ki se kell menni az ajtón ahhoz, hogy ő csak egyszerűen bejöjjön, és onnantól kezdve az ott van veled, meg a családoddal, meg csinálja a dolgát. Úgyhogy ez egy bizarr világ, amiben élünk, és ezt mi úgy hívjuk, hogy szórakozás. 30-as. Megvalva, ezáltal a józanítélő képesség az érzelmek parancsolója. Szóval ezt leszögezhetjük, hogy a józanítélő képesség az érzelmek parancsolója. Fölöttük áll érzés, mint harag, félelem, fájdalom, stb. Ezek fölött áll. Nyilván ez ebből egyértelmű. Hiszen amennyiben az érzelmek feljebb valók lennének az ítélőképességnél, én nekik tulajdonítottam volna a felsőbb rendűségnek elmebb bizonyságát. Szóval, ha amennyiben úgy lenne, akkor most azt megkapták volna. Most azonban, mivel ítélőképesség legyőzte az érzelmeket, mi helyesen adjuk annak az első hely tekintélyét. És ez rendjén van, hogy elismerjük, hogy a hatalom az ítélő képességhez tartozik. Mivel az felülkerekedik a külső kínokon. Nevetséges lenne, ha nem így lenne. És bizonyítom, hogy józan ítélő képesség nem csak uralkodik a fájdalmakon, hanem a szintén feljebb való az érzeteknél, és elláll azoknak. Akkor ezek alapján kijelenthetjük el valóban, hogy az ítélő képesség az legyőzi az érzelmeket, az a kérdés, ő ezt mondja. Szóval ez meggyőzötte mindenkit arról, hogy ez így van. Miért? Na mondjuk akkor Elezer is feladta volna, hisz neki fájt is mondta volna, jó, fáj, oké, hagyjátok abba, de ő nem így tett, hanem hagyta, hogy a józan ítélő képessége ezt felülírja, és inkább Mártír válthat korány, és inkább meghalt. Igen? Pont ezért volt ő hajlíthatatlan. Mert felülírta azokat az érzelmet. Így van. Szóval akkor csak létezik az, amiről szó volt korábban, hogy vannak az emberben bizonyos testi dolgok, amelyek csak befolyásolják a viselkedését a meghatározott inger esetén. Érthető, amit mondom? Szóval, ha fellép egy inger, arra érkezik egy reakcióhoz, ez az érzés végül is az emberben, ami kivált egy reakciót, és az megindulna az a reakció, nem? Ez az, hogyha most behozzálak ide egy olyan eper, akármi tortát, akkor az ember legszívesebben csak megenni a nagyját így egy az egybe együttő helyébe. De mégis teszi meg általában a legtöbb ember. Dehogy nem. Jó, de úgy értem, hogy mikor kész... Nem mindenki 500 kiló akar így, hanem vannak emberek, akik olyan 95 kiló. Szóval... Tudod, hogy mégsem az van, hogy mindenki 300 kiló a világon, de nem azért, mert nem akarna enni, hanem van rengeteg ember, aki egyszerűen csak nem eszik, de az az inger, az benne ott van. Én szerintem érdemes megemlékezni arra, hogy ez az érzelem, amiről beszél, ez tulajdonképpen passion, amit mond. Ez szenvedély, dű, indulat, passió, de érzelemek fordítom, mert ez az, amiről beszél. A szenvedély ez nekünk más jelent, de érzelem. A lényeg az, hogy egy ingerre adott válasz, ami automatikus. Ez az, amit nekünk le kell győzni. De amiről beszéltünk, hogy nem egy verzió jön fel, hanem kettő, mint hogy a másik is mondja, hogy legyen, hogy beszélünk igen, akkor igen, ha nem, akkor meg nem. És hát itt jön egy torta, megeszem, igen, nem eszem, nem. És akkor tudok tovább lépni, hogyha jól döntöttem. Tehát akkor van józanítélő képességem, hogyha az valami mentén halad. Tehát ez nem, tehát nem egy szint. Hanem a következő, tehát például akkor felajánlották neki, hogy jó, akkor hozunk olyan kaját, amit te főztél, és akkor edd meg, és úgy. Tehát az mi, ez a sok is igen, igen, nem, nem. És akkor tudod tovább menni, ha jó fele döntöttek. Amint az érzelmek se arról szólnának, hogy egyből jól tudok dönteni. Hát jönnek szintek, és akkor győztem, hogyha az utolsó szintre is a jó. Sőt, nézd, van végtelen közte, hiszen kell megenni az egész tortát, hogy az ember hosszú távon hízza.
Nem azról van szó, hogy hú, most csak azon, hogy vagy megeszem az egészet, de ha csak a 95%-en, akkor az nemnek számít. Hanem van egy határ, mint ahogy én sokszor gondolom, hogy... Kivírtam! Nem, hanem azt kell mondani, hogy végtelen verziója van annak, hogy jóból nem sok van, a jóból csak az, hogy nézz, ennyit lehet, az kész. Az összes többi onnantól kezdve, az már csak a rossznak valamilyen fókuszban. De attól függetlenül még buktad. Igen. És szerintem, nem tudom, hol mondja Saul, azt hiszem a 7-es fejezet az, ahol megfogalmazza ezt, hogy azt a belső harcot, a bűn, meg az igazság, meg a test, meg a ruach között, ez az? Így van. Szóval, mert tudjuk, hogy a törvény az a ruach béli, de én testi vagyok, bűn a lelkész. Ez minden erről szólt eddig, amit eddig megnéztünk. Az egész Makkabeusok erről szólt, hogy a test, ami az érzelem, ami egy külső ingerre adott reakció, válasz, automatikus, az harcol a ruach ellen, ami azt felülírja. És az ítélő képesség az az eszköz, amivel ezt megvalósítja. Érthető? Ez a belső harc, amiről szól Makkabeusok könyve. Van, amit a testem szeretne csinálni, az, hogy ne égessenek meg, ne szedjenek szét, hanem mehessek a dolgomra pihenni otthon. Meg van, amit a ruach tud, hogy jó, az pedig az, hogy nézd, ha ez ezzel jár, akkor ez van. Ez az, amit leír Saul a 7-es fejezetben, és ez az, amiről szól ez. Az ítélőképessége meg az érzelmek. Az ítélőképessége a ruach, az érzelmek pedig a test. Ennek a harca az, amiről szól ez az egész. De józan ítélőképesség, annak kéz a kézbe kell járnia azzal, amihez képest ítél. Az a Tora, amihez képest. Na, de ezt lefektette már korábban. De így tudom, csak így magunknak mondom, hogy tehát amíg a mi életünkben a Tora nincs azon a helyen, ahol lennie kell, amíg például a 122. Zsoltán, addig nincs józan ítélőképesség se. Nem lehet. De mindenkinek van egy szintje, szóval nem várható el mindenkitől az, hogy érted, nem úgy születsz, hogy puff, az egész Torát tudod, és akkor érted, van egy szint, ahol vagy. Van, akinek az a szintje, hogy találsz az utcán egy pénztárcát, benne van a személy, akkor visszaadom az iratokat, de pénzt elteszem. Vagy visszaadom az egészet, vagy kiviszom pénzt, eldobom. Vagy érted? Vagy csak a felét veszem el, és akkor úgy visszaküldöm, vagy mit tudom, érted? Végtelen verzió. Már én találtam én. Igen, és én már úgy találtam én. Igen. Megmondom majd, hogy... Bocs, de tényleg ennyi volt. Igen. 15 ezer hiányzott belőle. Szóval az a lényeg, hogy mindenkinek a maga szintjén kell tanúsítani azt a józan ítélőképességet. Az övé, mint ennek az embernek, ez volt a szint. Szóval, ha olyan magas szinten ütsz, mint ő, akkor nem egy ilyen pénztárcával fogja. Érted? Nem eljutsz arra szinten. De abszolút így van. Van egy ismereted, és azt teszteli. Mint ahogy a sportban van. Edzel van egy verseny. És minden versenyen neked nagyobb, meg jobb teljesítményt kell nyújtanod. És ez így van itt is. De az alapja ennek a Tóra ismerete, ami ezért mondja azt, hogy mi az a két dolog, amit nem tud uralkodni az ítélőképesség, amit mondott a... Felelégedség. Meg a... Tudatlanság. Mert a tudatlanság, nem? A tudatlanságot nem tudja legközelebb. Ha nem tudsz valamit, azt nem tudja belevonni. De olyat azzal nem is fog tesztelni, hisz azt mondja, hogy... Nem kísért. Nem kísért azon felül, amit el tudsz bírni. Oké? Okay? Halleluja, viszlát! Halleluja! Minden jó, halleluja! Aha. Nem szép halál gyötrelmi. Csak hogy az egész világ bűne, hogy mennyire bele számít, ez a 613-ban volt, amiket megosztottál, azt hiszem, hogy jó, hogy a judaizmus nem követjük, de hogy szerintük azért van még világ. Amúgy. Azért van még világ egyáltalán, mert a Jom Kipur napján valaki még imádkozik, és bűnbocsánatot kér. Van még talán elég ember, és akkor lehet, hogy idő után már nem lesz elég. Jó, az is így, ezzel kapcsolatban reggel szembe jutott valamit, de mondod el? Mondd el nyugodtan ezt a... Ezzel kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy el kell, hogy érje a... De ezt így is, én is írja jelen is a könyv, szóval ez nem is az én elméletem, hogy
hogy még azok, akik nem ölettek meg, azoknak meg kell öletni. Szóval van egy, van egy határ, amit még eltűr abban, hogy mennyi bűnt lehet elkövetni a világban. Az, hogy most kikivel házasodik, meg mit csinál, az egyfajta bűn, de van egy súlyosabb, az gondolom, ez a gyilkosság, amit nehezen tud elviselni. Szóval van egy határa abban. De arra gondoltam, hogy azt mondják, hogy jaj, nekünk csak hátra kell dőlni, és majd Jézus visszajön, és akkor elvisz mindenkit. Nem, ez az elmélet. Miközben szerintem az ellenkezője van. Szerintem nekünk dolgozni kell azért, hogy a megfelelő mennyiségű, hogy mindenki az eljusson az üzenet. Érthető? Szóval én azt akarom mondani, hogy nem én vagy mi hozzuk el a világ végét, de el kell, hogy jusson az üzenet mindenkihez, akihez ő tervezte, hogy eljusson. Szóval ilyen formában a mi munkásságunk hozzájárul ahhoz, hogy elhozza a világnak a végét. Hisz, ha eljut az üzenet mindenhova, akkor lesz vége. Azt mondta, hogy az örökkévaló evangélium hirdetetik a Föld minden lakosságának, és azután jön el a vég csak. Nem egyszer? És aztán a vég. Szóval el kell, hogy jusson mindenkihez, hogy legyen egy tanúbizonyság mindenkinek, és csak utána lehet vége az egésznek kapcsolódván ahhoz, hogy amit mondtál. Igen? Mondod. Nekem más, egy kicsit, én azon gondolkoztam ez a amiről beszéltünk, hogy a szenvedést, hogy viselni el az ember egy ilyen szituációban. Nekem régen sokszor voltak ilyen rémálmaim, meg ilyen horror, drisztikus álmok, amikor én így szenvedtem, meg menekültem, meg mit tudom én. Szóval ahol ilyen kemény szituációban voltam, és emlékszem, tehát én valahogy ezt az egész halált, meg aztán az azt követő dolgot valahogy úgy tudom elképzelni, mint amikor az ember álmodik, alszik, történnek vele az események, és amikor már mondjuk álmomban leesik egy 10 emeletes épületről, és csattanak a betonon, és szép, akkor így hirtelen fölriadok az álmomban, hogy úristen, mi történt, vagy így, bocsánat, szóval, hogy mi történt, majd kivágod. Bizonyíték rá, nem, az egész világ számára tanúbizonysága, hogy itt mi történik. De csattanok, és fölriadok, hogy na és ugyanígy tudom valahogy elképzelni, hogy amikor itt meghalunk, szerintem abban a pillanatban ott a másik oldalon így paf, így felnyílik a szemünk, vagy így felébredünk, és rájövünk, hogy ott meghaltunk, de itt meg létezünk, vagyunk tovább. Tehát valahogy így tudom elképzelni, és az érzés, amit olyankor éreztem az álmomban, az olyan volt, hogy így menekültem, de amikor már nagyon éles lett a helyzet, már nagyon ott voltam, hogy tényleg mindjárt meghalok, akkor így valahogy egyik pillanatra a másikra így elkezdtem kívülről látni az álmot. Tehát, hogy én ott szaladok, ott menekülök, valami elől mondjuk, vagy akármi, de már nem az voltam, aki ott menekül, hanem így kívülről láttam, hogy menekülök. Ezt is valahogy így tudom elképzelni Eleazarnak az esetét, hogy szenvedett, meg érezte ő azért, csak már úgy tompábban ezt az egészet, és valahogy kívülről látta az egész helyzetet, hogy most mi történik, tudta, hogy elképesztő, meg hogy már szétszedtek szinte csapatokra, de már nem az, nem, tehát már nem ő volt ott effektíve, hanem már egy kicsit De csak azt akarom ki az ebből, hogy én egyetértek azzal, én is ilyen, nekem is ezek eszembe jutnak. Most, hogy ez a filmekből van, vagy ez így van, és ő megmutatja, de én is valahogy így tudom elképzelni, hogy kívülről az ember látja azt, tudatosul benne, hogy mi történik, valamennyi érez belőle, meg ugye maga a látvány, az biztos, hogy sokkoló. És akkor, de hogy teljes mértékben nincsen ott. Szóval valahogy így tudom elképzelni. De aztán később, ha jól emlékszem, akkor erről így is részletesen a hét fiú kapcsán, meg amúgy is, hogy ez valahogy így is van. Plusz, mi van akkor, hogyha egyszerűen csak, mint ahogy Sámsonnak adta a ruhákot, azt akkor szétszett azt az oroszlán, meg akármi, csak megadja a ruhákot, és akkor nem fáj annyira, azt ki tudom bírni, és kész. Vagy lehet, hogy a fájdalom küszöböt növeli meg, vagy akármit tud csinálni. De az, hogy most a másik eset, hogy... Hát meg ugye van is ilyen, mint a Lidiac állam is ilyen, hogy amikor az agyad előbb feléved, mint a tested. Igen. Van, igen. Akár az is közben játszott. Pontosan. Sőt, általában, amikor azt mondják, hogy erre volt az UFO, és akkor kísérleteztek rajta, hogy mindenféle fájdalmakat okoztak, ez tisztában van mindenki azon, hogy ez nem egy UFO volt, hanem
Csak egyszerűen ez egy démoni megszállás, és az úgy viselkedik, mintha a valóság lenne. Szóval azért az államban is van, kell, hogy legyen fájdalom, ami létezik, hiszen szóval az emberek átélték, azt meg mesélnek arról. De az engedelmesség, a mi egyetlen eszközünk, amit mi használunk, az az engedelmesség. Hogy ki mennyire képes a saját akaratát, elvárását, terveit, meg céljait elengedni, és azt mondani, hogy nézd, ha te azt akarod, hogy így legyen, akkor legyen úgy. Csak hagyd tudja, hogy mi az, amit akarsz. Mutasd meg, és akkor én hajlandó vagyok kivárni. Nekem az a lényeg, hogy tudja, hogy mi az, amit szeretnél tőlem, és akkor azt én meg fogom csinálni. Ha tetszik nekem, ha nem. Mert tudom, hogy ahogy megcsinálom, majd az vajszerű lesz. De én nem tudom azt csinálni, hogy leülök, és akkor elkezdek csinálni több videót. Vagy jobb videókat, vagy akármilyen videókat. Tehát, sőt, szerintem az egy hiba lenne, hogy azt gondolni, hogy jó, akkor én ha többet dolgozom, hogy neki van egy idő elképzelés, és ő azt irányítja. Meg te is beszéltél arról sokat, meg a talentumos példa, meg a szőlős példa, ugyanaz. Tehát én nem gondolom, hogy ez a megoldás, hogy még neki, még cifrában el kell mondani az evangélium, hogy hú, még itt ezt mondja, görögül, meg hívőt, nem. Tehát már mindenkinél ott van a talentum. Szállodában a fiókban ott a Biblia, a tévébe szól, Pax tévébe szól, Kossuth rádióba szól, mindenhol szól az ige. Mindenkinél ott van a talentum. És viszont és az, hogy mit kezdett arra. Kikutatta még az igazságot? Foglalt vagy eltette egy kendőbe, föltette a kosszra, azt érte az életet. Ez az evangélium már kint van, nincs már plusz. Hogy még hogy de Roland egyszer földob egy olyan videót, hogy hú, még akkor ezt mondom. Nézd, olyan szempontból, persze, természet, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én most hallgattam reggel, van egy Reizinger valaki nevű, János nevű karakter. Ez végül is, hogy mondják ezt? Hat egy tucat, vagy mi az a mondat? 12 egy tucat. Szóval, hogy jól jöttem. Szóval kiváló. Ez egy ilyen 12 egy tucat keresztény valaki. De így ahogy mondta, az esetlen nekem, amit mond, az most. Hogy aki azt nézi, ott van, elmondta, hogy mi az igazság. Jézus Krisztusba kell hinni, ez a művelet, blablabla. Szóval elmondta fura, hogy mi van. Azt nem mondta el, hogy rojtok, bojtok, meg ezek a dolgok, meg elmondta a szokásos izét, hogy a Tora nincs, meg ezek a dolgok, meg új szövetségben vagyunk, meg ilyen abszolút dolgokat. De a lényeget elmondta, szóval ha valakit érdekel, akkor az megy, aztán megfejti. A probléma az, hogy annyi metalikás van, meg Backstreet Boys-os, meg mangás, meg emo-s, meg Warcraft játékos, hogy azokhoz nem fog eljutni ez az üzenet. Tehát azokhoz csak az üzenet jut el, hogy a föld lapos. Jó, akkor ezt megnézem, hogy mi. Ez tiszta ökörség, arról beszél, hogy Isten teremtette laposat, hogy mit tudom, hogy valóra. De azon eljutott az igazság hozzá, érted? Szóval vannak rétegek, amiket meg kell közelíteni más formában. És az ő igazsága, én minél jobban több, akármit nézek, most már úgy látom, hogy ő kommunikál mindenkivel. Hát Sanyinak a videójában is benne volt. Lesz. Így van, az a durva, hogy még abban is benne van, érted? Szóval, aki ott ül, és bambulott évtizedeken keresztül, az is hallja az igazság. De mi számít az igazság eljutására? Mert én azt hallom, Jan is azt mondja, hogy már nincsen lefedetlen terület, érted? Most az, hogy metalikás, attól még ő hallott arról az elméletről, hogy létezik a teremtő is, hogy a... Nem? Hát de nem úgy van, hogy nem. Csak hogy mi az, ami már azt jelenti, hogy mindenki ezzel jutott. Mert én azt gondolnám, hogy már mindenki hallott. Nézd, hányszor szólt neked, vagy nekem? Nem az volt, hogy görög, mikor ott voltam Cipruson, beszéltem az a katolikus sráccal, és akkor egész végig mondtam, hogy milyen nagyszerű a Biblia, mint adott egy Biblián. Jó, oké, neki már szóltam, nem értette meg, még azután eltett 8 év. Igen, de akkor mi az, ami... Mert én nekem azt, hogy láttam nagyanyámékat, hogy élnek, akárhány éves voltam. Igen, de hogy az már eljutott akkor. Nem, az csak egy. Ja, hogy... Érted? Nem úgy van, hogy jó, oké, ezt kihúzhatjuk, menjünk tovább. Nem értette meg. 13 évesen nem értette meg, hogy az anyagra kártott. De az üzenet eljutott, én csak ez... Nem jutott el, mert nem értetted meg. Az információ jutott el.
van különbség az avat, meg az információ, meg annak a megértése között. Amikor megértettem, az 36 évesen volt. Előtte hányszor szólt? Végtelenszer. Minden alkalommal hazaértem a bulikból úgy, hogy azt tudtam, hogy merre jártunk, és végigvezettem az utat. Az egy figyelmeztetés volt, hogy ő létezik. De azt nem lehet másképp, mert hogy magyarázom meg, hogy hazaérsz, és hogy nem nézzel, hogy hol voltál. Úgyhogy nem aludtál napok óta, és otthon vagy, az nem lehet az, hogy jó vezetek. Az egy figyelmeztetés. Ebből volt 15, 30, mit tudom én hány, mindjárt. Aztán még volt 100 másik, hogy végéltem az egész életemet úgy, hogy sose tűnt el semmi. Nem haltam meg ezekben az egész káoszban, amiben voltam. De mikor megértettem a végsőt, akkor összeraktam az összes. Most visszanézvén látom, hogy uff, mennyi dolgot túléltem, meg mennyi szer volt ott, meg figyelmeztetett, meg ő volt az, aki elvezetett azokhoz az emberekhez, akik utána elvezettek azokhoz a könyvekhez, meg azokhoz a videókhoz, meg azokhoz a mindenekhez. Akkor jut el az üzenet. Nem akkor, hogy oda megyek valakihez, hogy hú, de Jézus meghalt érted a kereszten, és az összes bűnödet elvitte, szóval imádkozz, érted? Mondd? Mert most, ha arra várunk, hogy mindenki megértse, az sose jön el. Nem is kell, hogy megértse. Csak a megfelelő mennyiségű figyelmeztetés legyen meg. Mert nem akarok senkit bánni, de egy Warcraftos, aki nem lát, nem hal, az megnéz egy lapos font videót, abból nem fogja megérteni. Nem. A végén ott fog állni előtte, és azt fogja mondani, hogy én erre nem tudtam. Én azt mondom, hogy nem, ez nem úgy volt, hanem emlékezz csak vissza erre, meg erre, meg erre, meg erre, meg erre, meg erre, meg erre a napokra, meg erre a videókra, meg eseményekre, amikor ezt küldtem, meg azt küldtem, amikor anyád mondta ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Az mind én voltam, és mutattam neked, hogy van egy másik élet, hogy létezik. De te azt mondtad, hogy nem, mert majd te megcsinálod, meg a Warcraft, meg az akármi, meg az akármi. Hát igen, de a zombi. De akkor becsatlakoznak a tizenéves Warcraft játékosok, akik... Tehát ez egy soha véget nem érő folyamat. Kicsit úgy tűnik, hogy akkor úgy is újra lesznek olyan, hogy mi az egész bolygó nem lesz lefedve egyszerre. De nézd, gondolj vissza, amikor mi gyerekek voltunk. Nem az volt, hogy... Nem az volt, hogy ne rohangálj a lakásban, mert megpofozzak. És akkor rohantál, gyere ide, búr. Nem ez volt, nem? Hanem figyelj, mondtam, hogy fejezd be. Hányszor mondtam? Még hányszor szólják? A következőnél megpofozzak. Ez volt az utolsó. És aztán jön el csak azt, hogy megpofozzon, nem? Ez így van itt is. Kell, hogy legyen megfelelő mennyiségű bizonyíték arra, hogy annak az ember értelmi képességeinek, meg minden lehetőségeinek megfelelően ahhoz az üzenet eljutott. És az nem egy figyelmeztetés. Hm? De ez kicsit olyan, mint a feladat vagy a teher, nem? Hogy akkor átadom, mekkorát tudom elvinni. Persze, így van. Ez abszolút így kell, hogy legyen. Mondd, Laci, mindjárt van. Jó. Ezt szerintem a héten mutatva meg az Atya, és visszagondolok a saját esetemre, hogy tehát a megértés, aki nézi a tévét, vagy hallgatja a rádiót, vagy játszik játékokkal, szerintem annak nincs esélye. Annak nincs esélye. Mint én voltam? Én emlékszem, hogy amikor már képbe került az út, akkor az egy fordulópont volt, amikor azt mondtam, hogy jó, és többet nem kapcsoltam be a tévét. Hogy nézd, mikor... Aki azon lóg, egyszerűen nincs esélye. Annyira tele van téve az agya, Jó, de ott az igazság. Figyelj, mi mikortól nincs tévénk, Viktor? Én nem tudok visszaemlékezni rá. Még a... Mikor volt az utóbb? Talán nem is volt soha. Úgy értem, hogy én a saját pénzemből soha nem vettem tévét. És az is ő volt. Az ő volt. Egy módon megmutatta, hogy arra nincs szükség. Akkor én csak egy logikus döntésnek láttam. Úgy voltam vele, hogy minek nekem tévé, mikor úgyis csak Colin McRae megy, vagy az interneten megnézem, amit akarok, az kész. Szóval több fölösleges, nem érdekel az az ökörség, ami ott van. A híreket úgy sem hiszem el, a többi nem érdekel, szóval minek tévét. De most, az persze, hogy úgy volt ott, hogy tévét arra használtuk, hogy menjen a játék rajta, de azon kívül se előfizetés nem volt, se semmi. Szóval ezeket mindet ő csinálta. És hogy mi az, hogy mi észrevettük, vagy én észrevettem, és az a sok ember nem, az szerintem a szívben keresendő a válasz. Hogy azt az embert jobban vonzza a világban, az egyszerű jó. Az, hogy akármit csinálhatok,
hogy belemehetek egy ilyen fiktív valóságba, ahol ilyen ritmű, ilyen szörnyek jönnek állandóan, és nekem és ott egy nagyszerű ember vagyok. A valóság. Magatán mondom most? Ja, tudom még a témánál vagyunk, de... Mármint melyiknél? Négy magabagosok. Ez majd egy ilyen külön szegmens. Nem, hát maga az igazság, mint egy érdetése. Tehát én azt gondolom, telítve van a piac az igazságra. És az Attilisvány mondja, hogy vannak edényeket, amiket ő tisztességre alkott, vannak, amit ami gyalázottak. Itt a fáraót azért alkottam, hogy bemutatassam valat az összes csapásra. Valójában, bocs, azt mondta, azért támasztottak. Igen? Támasztottak. És tehát a más hiák is látszik az, amikor a sírófőnicé azt, hogy ment oda, hogy elkerült, nem akart vele kommunikálni. Pedig mindent mondott. És akkor végén mondott, megvallott a hitét, és akkor segített neki. De ez is, amit Laci mondott, hogy nincs esély. Például a idézőben a tékozló fiút, azt a moslékos vájútól tudta visszahívni. Viszont a Énok könyvében szereplő angyali rendnek, ott remektek Énoknak, hogy járja értünk közben, és mondta, hogy nem. Nektek tök mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy telítve van a szellem. Mindenki tudja már az igazságot. Szóval nincs, hogy valaki azt mondja, hogy ő majd úgy áll oda az atyához, hogy hát én nem tudtam, hogy vajon volt egy, és ott én azért a tartozítól tartok. Az igazságot magát mindenki tudja. És az a kérdés, hogy amit most is beszéltünk, mondj igen, vagy mondj nem. És ő ott nemet mond, de nem tudattalan, hanem tudatosan. Mi pedig igen mondunk. És oda is jönnek a következő, akkor megint mondja egy igen, mert jó, akkor megint igen mondunk. És így jutunk elő. És akik most nincsenek itt, ők mind azért nincsenek itt, mert nemet mondtak egy bizonyosszín. Így van. Azt akartam, most azt hittem, hogy mindenkinek megvan a maga szintje és a maga stílusa, hogy az üzenet eljut hozzá. Ezért van telítve a piac. De a terített piac, az hozzájárulunk mi is. Azzal, ahogyan mi tevékenykedünk. Szóval mi részei vagyunk ennek a terített piacnak. Ez az. Rengeteg ember van. Jó, de egy metalikás, én nem 24 órában metalikás. Ő most... Az állapotra gondolom. Jó, csak mondom, de része a világnak ugyanúgy. Tehát az összes más input befolyik hozzá. Tehát lehetősége van dönteni ott is, hogy igazság. Lehet, hogy napunk a többször. Én most csak kifejezetten azért mondtam a metrikát, mert volt ez a zeneszám, amit elemeztünk, meg megbeszéltünk, ez a My Friends of Misery. És én azt végtelenszer hallgattam azt a zenét, még én metrikása voltam. És most úgy értem a metrikást, hogy nem azt mondom, hogy a metrikás, hogy ő a metrikát hallgatja egész nap, hanem az a szemléletmód, meg életforma, amit választ ő. Az az üzenet abban akkor is benne volt, amikor én azt hallgattam, csak nem értettem meg. Kellett hozzá az a... mit tudom én, 20 év durvánam, hogy megértsem, hogy ő szólt hozzám már akkor, nem csak hozzám, mindazokhoz a millió emberekhez, akik hallgatják azt a zenét, szól az az üzenet, amit ott elmond. Ugyanúgy, ez a Dávid fia zene, ez ki? Arra rá, hogy ki ez? Vagy mit tudom én, mennyi? A Bonnie M-nek van egy száma, a Rivers of Babylon, az a Zsoltárok 142, vagy nem is tudom melyik Zsoltár. Vagy az egybe leírja, hogy miről van szó. Vagy eléneklik azt. Végtelen ilyen van. Azért, mert... lehet, hogy nem tudom. Azt akarom mondani, hogy több figyelmeztetés kell mindenkinek. Megvan az értelmi szinte mindenkinek. Szóval biztosra akar menni. A kárhozat edénye is, Rómaiakhoz 9.23 az, hogy azt nem mondhatjuk, hogy valakinek nincs esélye. Az egyszerűen csak nincs olyan, hogy valakinek nincs. Kivéve, aki nem emberformának született. Szóval ez a nefilim akármi hibrid, meg amíg a szem alatt, meg ez természetes, hogy nincs. De azon kívül minden embernek van, kell, hogy legyen esélye. Hogy miért nem jut el oda, és most már végképp eltávolodtunk ettől a témától, de hogy miért nem jut el oda, az két faktorra vezethető vissza, az egyik a ami örökölt tulajdonság, a másik pedig a környezet, ami felnőtt. Az örökölt, erről is volt szó, végtelen szemben. Az örökölt tulajdonsága, hogy az emberek meghatározzák, hogy meddig tud eljutni ezen az úton. Persze a kövekből is tud magának támasztani fiokat. És van egy adag örökölt tulajdonság az emberek, amivel születik. Szóval onnantól ez azzal dolgozik. Beleszületek egy családba. Ami meghatározó abban,
hogy az örökö tulajdonságaiból mi fog megjelenni aztán később az életében. Plusz utána elmegy az iskolába. Az iskolába, ami mindenképp negatív. Ami egyszerűen csak rombolja le mindazt, amivel született, meg amit magába szedett a családba. Pusztítja végig. Az iskola az, az csak negatív. Ilyen szempontból. És amikor kijön onnan, akkor kezdődik el ez a harc. De mire kijön onnan, a legtöbb ember már reménytelen. Nem azért, mert ő olyannak teremtette őket, hanem azért, mert szerintem ez genetikai lottó a legjobb, ami kifejezi. Azért, mert abban a genetikai lottóban, ami az élet, ők azok a számokat tűzött meg, és kész. Kell, hogy legyen ilyen is, kell, hogy legyen olyan is. Minden tulajdonságnak van egy spektruma, a két véglet között az mozog, és képzeld, hogy mennyi tulajdonsága van az embernek. Csak külsőre. Csak ha a fülét nézzük végtelen, milyen hosszú, milyen széles, hány, mit tudom én, mi van benne, mekkora a cipája, milyen távolságra van egymástól, hol helyezkedik el a fejed. Hogyha ennek van egy spektruma, mondjuk a fél méter meg a 15 centi között, akkor a hány darab végtelen, és ez csak egy, ha még hozzáad az összes többit, ha külsőre végtelent lehet, akkor ugyanígy lehet belsőre. Tegyük fel a türelemnek, van az, akinek 0-0, meg van, aki végtelen. A között mennyi van? Ha minden más azonos, minden más azonos. Az egyiknek 80%-on van, a másikon meg 10-en. Akkor aki 10-en van, az nincs esélye, az kész. 10-ből nem lehet csinálni valamit. 50-ből talán, de 10-ből... Érthető? Szerintem ez csak így van kitalálva. Hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek meg a Földet. És majd abból kidob egy csomó minden különböző dolgot. Mikor azt mondja, és aztán mindjárt mondhatod, hogy... hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát, az irgalom edényei, melyeket elve elkészített dicsőségre, nem arról beszél, hogy ő megcsinálta ezt az embereket ilyennek, hanem hogy előkészítette őket erre, hogy az életüket úgy alkotta meg, hogy ezek el fognak jutni oda. A haragját megmutatta és a hatalmat megismerteti kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit. Megtűrte azokat az embereket, akik a rossz utat választották, melyet veszedelemre készítettek. Mint Fáraó például. Arra alkotta, készített az egész életet neki. De ő nem úgy, nem tudott azt így tervezni. Ez csak így random kidobja a gép szerintem. Az gonoszság lenne úgy megtervezni direkt. Mindaz a bűn, amit mi csinálunk, mindaz a szemételés, ivás, meg lélegzés, meg mit tudom én mi, amit csinálunk magunknak, az mind gerjeszti ezt az aberrációt, ami előfordul. Ha ott lennénk a védelbe vele, akkor ott nem lenne hatkezű bárány, meg ott nem lenne retardált emberek. Most nem azt mondom, hogy velük baj van, csak az egy óriási hátrányból indul az ember. Hogy ítéli meg a végén, ki tudja. De azt akarom mondani, hogy az Édenben mindenki csak elérni a full potenciáját és kész. De ott is kell, hogy legyen különbség, nem? Nem lehet minden mutatóban az az ember maximum, mert akkor az összes egyforma lenne. Nem? Ha minden mutatóban minden ember maximum lenne, akkor csak a külseje változna meg. És akkor csak egy ilyen standard droid lenne, csak más külsővel. Szóval még ott is kell, hogy legyen valamilyen variáns. De ott legalább szerintem már nem lenne az, aki nem. Akit így hív. Valahogy így értelmezem ezt. Igen? Még egy gondolat Lacinak felelésére, hogy szerintem sincsen olyan, aki rövid ki lehetne jelenteni, hogy esélye nincsen, mert most legtöbbször édesapámmal például hozok. Például én is úgy gondolom, hogy ő szerintem sem fog eljutni az üdvösségre, vagy egyáltalán arra, hogy ezzel az egésszel tudjon valahogy is azonosulni. De ugyanakkor szinte biztos vagyok abban, hogy belül a szíve mélyén ő is tudja és érzi. Sőt, szerintem az összes ember, ezt már beszéltük korábban, hogy szerintem az összes ember, ahogy Jani az nagyon jól mondta, az összes ember belül a szíve mélyén, ahogy mondtad, hogy már eljutott az evangélium, a jó hír az emberekhez, és én is így gondolom,
hogy még ha nem is tud vele azonosulni, nem, akkor is belül érzi és tudja, hogy ez lenne a helyes, vagy ez lenne az, amit tenni kellene, vagy ez lenne, amit csinálni. És egyszerűen az a különbség, hogy ő erre a érzésre, ami jön, egyszerűen nemmel válaszol. Tehát ő úgy dönt, hogy nem ezt az irányt követi, hanem a másik oldalt válaszza, hogy ő neki fontosabb a disznóevés, vagy fontosabb az akármi. Holott belül szerintem tudja és érzi, hogy... Érted? Tehát a döntéseken múlik, az embernek a döntésein múlik szerintem, és ezért én nem hiszem azt, hogy van olyan ember, aki teljesen esélytelen, mert mindig megvan az esélyed arra, hogy máshogy dönts. Egy-egy szituációban. Csak az ember nagy része sajnos ragaszkodik jobban a másik oldalhoz, a könnyű. A kényelmes. A kényelmes, ez a megszokotthoz, a könnyűhöz, ami nem jár lemondásokkal, meg változtatásokhoz. Ennyi. Világosan csak ezt kerestem, de most oda találtam meg. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, hogy keressék jaguárt. Ha netán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyikőtől sem. Azt mondja, hogy erre teremtette, hogy keressék őt, hogy kikutassák őt a Földön. Az, hogy nem találja meg. Szóval, amit mondasz, hogy mindenkiben benne van ez a dolog, szerintem benne van, mint ahogy ez az életösszön, amiről szó volt az előbb, mindenkiben belül benne van az a... Beleültette ezt a... ezt a vágyat, hogy megtalálja ezt a spirituális hatalmasságot. Csak, és ez is történik ma a világban, ezért mindenki valamilyen spirituális. Mm. És ahogy mondod, mindenki csak választ magának egyet, ami szimpatikus neki. Ami megengedi, hogy ő éljen úgy, ahogy ő él. És szerintem ez a különbség, hogy mi nem, és nem azt akarom mondani, hogy mi jobbak vagyunk, mint ezek az emberek. Olyan értelemben, hogy fú, most ide nézzetek, hanem csak azt akarom mondani, hogy talán az a különbség azok közt, akik őt választják meg, akik nem. Hogy engem soha nem az vezérelt, hogy mi az, ami egyszerű nekem. Én azt kerestem, hogy mi az, ami igaz. És ha az igazság áldozatokat követelt, akkor én hajlandó voltam meghozni az áldozatot. És a nagyszerű az volt az egészben, hogy elején kicsi áldozatot akart, ezért azt meg tudtam hozni. És aztán később egyre több és több és nagyobb és nehezebb áldozatot akart. És ez visszakanyarodott talán a makabagsokhoz, hogy így lehet ennél az embernél is. Az volt a végső áldozat. De én emlékszem az életemben, mint ahogy biztos vagyok, hogy itt mindenki. Hogy az elején, mikor le kellett mondani valamiről, az most relatíve primitívnek tűnik ahhoz képest, amit most kell megcsinálni. Bocs, mert el akartam mondani, hogy már rég. Csak mindig majd, na attól félek mindig, hogy elmondod, amit akarod, ja. Mert mindig már a végén nem tudtam kitalálni, nem tudom, de... Én próbáltam. Most nem sikerült éppen csak kimondani, nem, de amúgy elmondtad. És a lényeg az, hogy én azt gondolom, mint ahogy az írás azt mondja, hogy az idő véget ért, annak már annyi, nincsen több, viszont azok az emberek, akik miatt valaki kérdezte, hogy mi lesz az iskolásokkal, vagy akik még nem jutottak el, mindenki azon a szinten lesz megítélve, ahogy a Roland is mondta, ami négyben tart. De plusz időt már ahhoz nem fog adni, hogy azok felzárkózzanak, mert akkor addig esetleg a másik mit fog adni. De örökké nem lehet. Igen. Nem mindig lesz egy 9 éves. Hanem hozzá fogja lezárni. Uh-huh. Ez gondolom. Én úgy értettem azt, hogy nincs esélye, hogy amikor az edzés hasonlatod, amikor én a cigivel még küzdöttem, azt mondtam, hogy figyelj, rád az gyújtani. Ha rágyújtasz, akkor arra edzel, hogy legközelebb is ráfogsz. Ez ilyen. Ha nem gyújtasz rá, akkor egy picit léptél afelé, hogy könnyebben meg fogod állni legközelebb. És ha megint legközelebb rá akarsz bűteni, megint nem csinálod meg, akkor megint egy kicsit léptél afelé. És én azért mondtam, hogy aki tévét nézik, nincs esélye, mert az annyi mennyiségű szeméttel és felesleges információval tölti fel a fejét. Egyrészt, hogy ő nem képes nincs csönd, hogy egy picit is gondolkodni tudjon magával, és arra gyúr, hogy megint bekapcsolja, és megint lejöjjön elé, és megint nézze. Tehát... Én egyetértek, meg értem, hogy van az mindenkinek természetesen. De az persze, amit te mondasz, Adrián, az úgy van szerintem is, tehát azzal egyetértek. Valószínűleg ez úgy. Ez a zaj, ez a...
Meg nem beszélve, hogyha jönnek a démonokat. Meg még egyet is kell, hogy értsük hozzá is ezzel a zajja, mert biztos vagyok benne, hogy azért van az, hogy az ember vigye magával a zenét mindenhova, mert az óriási most ez, hogy de már nagyon régen, mert a Walkman van, hogy vigye a zenét, hogy akárhol vagy, hogy milyen jó, ül a parba zenét hallgat, food zenét hallgat, akármilyen zenét hallgat. Hogyha sosincs csönd, akkor nem tudod őt megtalálni. Mindenkinek az életében volt egy periódus, amikor egyszerűen csak magára maradt, vagy volt annyi sok ideje, hogy ki tudja ezt kutatni. Legalábbis én nekem mindenképp így volt, mikor kikerültünk Londonba, én otthon van teljesen egyedül, semmi más dolgom nem volt, csak az, hogy azt csináljam, amit akarok. És én engem egyszerűen csak elvett oda, hogy szabad időmben én nézem ezeket a videókat. De én végtelen ember tudok, akikkel csak én beszéltem, hogy kamionos volt, és akkor át a sorba elolvast az írásokat, háromszor két hónap alatt. De mindenki jobb belegondol, olyan helyzetbe keveredett, hogy egyedül maradt, rengeteg szabad ideje volt, és ezzel foglalkozott. De ha azt kitöltöd azt az időt Warcraft-tal, vagy állandóan Metallica zene hallgatással, akkor nehéz megtalálni őt, mert nem tudod a férni a fejedbe. De hogy mitől választja az ember ezt vagy azt, az nagyban függ attól, sőt, az csak attól függ, hogy ebben a lottóban mi az, ami neki jutott. És mondjuk legyen, mondjuk nem azt mondom, hogy ilyen fúria reménytelen, de hogyha mondjuk, amit mondtál, hogy mondjuk valaki marhára szolgálmas, akkor viszont be tudja azokat valamilyen szinten hozni, nem? Nézd, azért mondtam, hogy minél több faktor van egy rendszerben, annál nehezebb megjósolni a végkimentet. A szorgalom az csak sajnos egy faktor ebben az egészben. Az kétségtelen, hogy ha meg kell határozni a legfontosabbakat, akkor a szorgalom az ott kell, hogy legyen az alján. A szorgalom az csak nagyon nehéz annál fontosabbat találni, hogyha valaki sikert akar elérni. De az mellett még van 150 másik. Érted? Nem is tudok mondani más. De most, ha itt elkezdjük összeszedni, meg kigyűjteni, akkor biztos, hogy mindenki talál rengeteget, ami befolyásolja azt. Például mi az, ami okozza az embernek a szenvedély betegséghez való vonzódását? Minek hívják azt, mit tudom én? Önkontroll. Tegyük fel önkontroll. Akkor valakinek a szorgalma kimagasló. De az önkontrollja meg, mit tudom én, gyenge. Akkor teljesen mindegy, hogy milyen szorgalmas tud lenni, hogyha újra és újra visszaesik abban, ez. Legyen egy sportoló? Hány sportoló volt, aki rettentő tehetséges volt, de nem tudta a súlyát tartani, és ez is az ötülés ember. Az önkontroll nem? Itt is van. Nem akarok újabb. Szóval, érted, hogy van, túl sok faktor van ahhoz, hogy egyre lesz egy kicsit, de vannak alapvetőek, amiket mindenképp meg kell vizsgálni. De ez már egy másik napra meghagyjuk. Halleluja! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken. És egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának, halleluja és shalom!